6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek. Anett, jó Keith reggelt. Richards, nézd meg. Oké. Okay. Mert ha ezt kihagytad, akkor ma büntetés lesz. Jaj, ne. Jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, amúgy még jó reggelt egyelőre. Ugye, december 18. Az nem van, ugye? Bizony. Nem. Na, akkor nincs büntetés, legalább te ne büntes ma. Biztos Cliff Richardot találtad meg. Ne. Mistletoe and Vine. Nem. Na, szóval, hogy a te kedvenced az december 18-án akkor született, jó. 43-ban. Úgyhogy neked a besúgóid hazudnak. Jó, akkor megkövezlek. Az jó, sokkal jobb. Hát az igen. Nyertél, Anett, látod? Megint te jártál jól. Nem, mert valahol ma felvillant, de nem tudom, hogy milyen híranyagból vagy. Álmodban. Az is lehet, hogy álmomban. Teljesen mindegy. És gondoltam, hogy jó, Keith bácsit, ha Anett ma kiadja, az nagyon de nagy baj. Ezt álmodtad, hogy ott vagy a Ricsi bácsi születésnapján, és ha Anett nem ünnepel meg téged, hát nagyon dühös leszek. Ezt álmodtad? Igen. Jó, mindig ilyenkor szóljál. Mondjad, pszichológuskám, mondjad. Jó, hát gyűjtögetem az álmaidat. Nem is olyan régen, hogy a Steven Tylerrel is volt egy érdekes álmod. Beteg, aki az én álmaimat gyűjtögeti, az a beteg. A Steven Tylerre. De aztán legyen bácsi bemondva a születésnap. Steven Tylerre álmodról emlékszel, ugye? Még? Hát hogyne? Hogy te összeszedted valahol, mert igen, nem volt jó állapotban, és te megfürdetted otthon. Igen. Ezt álmodtad. Emlékszem. Ezután szeretném a kiszicsártas álmodat is kifejteni. Majd kicsit elmondom. Jó. Majd elmondom a kanapén. Na. Jaj, de jó. Hogy kezdünk ma reggel, gyerekek? Na, mindenki megvan? Meg. Jó, kezdjük el. SMS-ek, jó reggelt az éter fene gyerekeinek 5 nap fekvés után. Ma végre újra levegőn lehetek, ez a felső légúti nyavaja most sem tudott legyőzni. Csodás hetet mindenkinek, Debrecen 8 fok, csapadékmentes pszichó Debrecen. Sajnálok, és én tudom, miről beszélsz, tehát én is sokáig szenvedtem, aztán kaptam egy antibiotikumot, és most már szinte teljesen rendben van. Igen, de sokan egyébként, nem csak te, nem csak én. Mindenhol ismerősöknél, és ahol valahol elmúlik, akkor jön egy másik társaság, akik mondják, hogy most náluk. Igen. És így megy. Szépen. Na, folytatom. Nagykozári fuvaros írja, éjszaka indultam, ilyenkor mindig visszahallgatom az előző napi adást, hiába, mert most sem értek szarcse ebből az Eritreából. Jó a műsorszor. Kán 6 fok. Hát, Gyuri, ránéztél tegnap óta? Ránéztem, én minden nap ránézek, igazából vannak-e változások. Nem áll rosszul, de ahhoz képest, hogy 5 éve ott van, ahhoz képest nem áll jól. Igen. Ja, Buenas Morgenke, mindenki jól van? Igen, a mindig szépen csicsergő Anettől az általában reggelente kocogó Zalán atyáig, csak hogy helyes legyen a felsorolás. Ezt Csibés írta nekünk. Nem volt nagy szél tegnap, csak 45 fokos szögben kellett bedőlnöm, mint Michael Jackson a színpadon. Laca Biáról. Uh-huh. Az olyan jó, én láttam ilyet, Amerikában volt valamit nagy szél, és megcsináltak ezt a Jackot, tényleg beledőltek így a szélbe. Nagyon jó. Az tényleg jó. Aztán Gabi bátyám, jó reggelt, aki sokat iszik, az sokat is mond. A McLaren-es. Micsoda bölcsesség. Régi bölcsesség ez, igen. Ti milyenek vagytok? Nagy dumások, amikor isztok? Általában igen. Mert én is, de hogyha valahogy nagy a társaság, és nem tudok megszólalni egy negyed óráig, akkor én teljesen így átlegett. Ilyen bamba babzsákba. Igen. Tényleg. A babzsák nagyon jó hasonlat. Emlékszem rád, amikor Vigyorival beszéltük is, hogy rá kéne ugrani. Laci, az én saját ön ostorozásom van ezt szájbe. Gondolhatod, ezt a ráugrós képet nem én találtam ki kettőnk közül, mikor dumcsisztunk. Hát. Ja, és az én álmaim betegek, mi? Az ő vágyai betegek. Rám akar ugrani, mikor tehetetlen vagyok. Gondoltam, Steven, után már neked semmi nem gond. Hát, de gond. 608-a szép reggelt, a kezdetleges Renault embléma kísérje napotokat, visszahallgattam tegnap egy párszor azt a részt. Betegek vagytok, könnyen folyt pusztantás zöldséges Zsolt, valamint drágáim, ma veletek a reggel, mert hajnalban jönnek friss süteményekért, amik már kelnek, sülnek, puszim a cukrászlány. De jó illatok lehetnek ott. Az egyébként tényleg az varázslat. Tehát a pékség illata az varázslatos. Jó, kezdjük el, nézzük meg, Anett mit írt. Biztos, most le fogom csekkolni.
Mert valami miatt ez előjött, vagy az álmomban, vagy az interneten, vagy nem tudom. Laci, nézd meg, légy szíves a Gábornak, mert a Gábor csak magában bízik. Most komolyat rizikózol, mert ha kiderül, hogy rosszul is írtad be a nevét, az még egy bónusz. Nem két évvel írja a kicset. Korán kopogtatott idén a tavasz, nyilván lesznek megingásai, de mindenki nyugodjon meg. A kemény fagyok úgy tűnik elkerülnek bennünket. Napos időre számíthatunk némi felhővel. Eső nem várható, de a szél sokfelé megerősödhet. Az előrejelzések szerint délután még a 18 fok sem kizárt. Igen, hát nem azt mondom, hogy Pesten, de itt is lesz ilyen 16 fok. Tegnap is volt, nagyon jó idő volt. Jó. December 18. De ez már egy olyan, tudom, hogy nem lehet előjósolni, de ez már egy olyan, hogy tényleg nem tér vissza a kemény tél. Tehát ez most akkor szépen átmegyünk egy ilyen lágy márciusba, és aztán áprilistól meg... Hát ezt nem tudom, hogy majd márciusban milyen idő lesz, de most én a múlt hetet is néztem, vagy a jövő hetet is néztem, és az is 10 fok alá megy, de nem lesznek mínuszok. Dorottya és Dóra névnap van ma. Boldog névnapot. 133 éve a Dalton fivérek elkövették első vonatrablásukat, $1500 zsákmányoltak. Az azért nagyon nagy pénz volt. Akkoriban az nagy pénz volt. Bizony. Oké. Nekem a Dalton fivérek a Lucky Luke képregényből vannak. Igen, hát ők nekem azok. Is. Ők azok. Öten. Azok tök hülyék. Igen, egy azok mondjuk tök idióták. Egy volt közülük tanult, ő rendőr lett. Vagy ő, mi ez már? Mi ez már? Csend, pandúr. Pandúr, vagy nem tudom micsoda. Hát ez a vagy nyugatról beszélünk. Sheriff. Pandúr. Tehát Lucky Luke se betyár, hanem az egy kambor. A vagy nyugati pandúr. Rózsa Sándor. Jó, 78 éves lennem a Radics Béla. 62 éves Axl Rose, a Guns N' Roses énekese. 58 éves Rick Astley. 58 csak a Rick Astley? Igen, én csodálkoztam rajtam. De én is, én azt hittem, hogy idősebb. Sokkal idősebbnek tűnik. Igen, 53 éve Alan Shepard elütötte egy golflabdát a Holdon. Mm-hmm. Egy Cadillac-kel. Ő volt az első amerikai, aki járt az űrben, valamint az egyike azoknak, akik sétáltak a Holdon. Bizony. Annyi első van már a Holdon, nem? Tehát a Neil Armstrong mond. Nekem a kedvenc elsőm. Az szegény Alan Shepard csak ezt mondja. Én voltam az egyik. Én voltam a második első. 92 éve rendezték meg az első kutya szánhúzó versenyt. Remek, Anett. Gyűrt bele ide ezt a szart. Nem, ez azért pont jó. Ezért lesz majd teli találatod ott a kosárban. Emiattnak kíváncsi vagyok. Egy sorral többet írtam. 37 éve tiltották meg a dohányzást Amerikában a szövetségi épületekben. Már 37 éve, igen. Igen, de először még csak a szövetségi épületekben. Hát emlékszem, hogy béreltem autót New Yorkban, ha jól emlékszem, és tökre csodálkoztam, hogy ott lógott a tükrön egy ilyen, tudod, egy ilyen figyegő tábla, és oda volt írva, hogy no smoking car. És ezt kidobtam. És már is az lesz. Szabadság földje, mit szórakoznak? Igen, és kidobtam, és rájutottam egy Marlboro-ra. Ezt gondoltam, hogy ez ilyen nincs, hát nem lehet korlátozni az embert, amikor bérel egy autót, hogy abban, amit ő bérel, be van szereve eleve a hamutartó, hogy itt kiírnak ilyen hülyeségeket, és hát látod, ma már börtönben lennék. Igen. Hajjaj. De ez milyen jó, a szövetségi épületekben addig lehetett dohányozni, tehát bement valaki egy személyigazolványt csináltatni, akkor... Na jó, Laci, ez így volt. Simán csak a fotó még addig leteszem, hogy azért ne füstöljön az arcomba. De ez tényleg így volt. Magyarországon még szerintem rá 20 évre is így volt. Igen, valószínűleg. A szövetségi épületek. Okmányiroda, vagy milyen? Például. Hát, ja. És 26 éve halt meg Falkó. Drága Falkó. Mekkora tehetség. Nagyon-nagyon jó srác. Tényleg. Igen. És mi képesek vagyunk azt a dalt játszani, ami nem is volt akkora sláger. Mi nagyon ügyesek vagyunk, Falkó. Ma... És majdnem. Jó, megpöckölte a hálót egy picit, de alulra. Igen. Jó, Sümeg, 6 fokos 13 lesz és napsütéssel. Baja, most 6 fokos 13 lesz és napsütés. Calgary, mínusz 6 fokos, mínusz 2 lesz csak, és felhős. Kaba, 6 fokos és 13 lesz napsütéssel. Budapest most 5 és 12 lesz majd és napsütés. Oké. Okay. Jó, gyerekek, van egy... A Blikben olvastuk egyébként, jól mondom? Igen. Igen. Egy fiatal ember története, ingatlant vásárolt, mint azt néhányan teszik olykor. És hát ez nem is egy olcsó ingatlan volt, ez egy érdi. Hát úgy írják a lapok, hogy luxus ingatlan, de hát nem tudom, hogy annak számít egy 150 milliós ingatlan érden, de mindenképpen, de hát most ilyen árak vannak. Ez egy családi ház, persze. Ilyen árak vannak. Reméltem, hogy még a 150 millió az már luxus kategória. Hát figyelj, mi számít luxusnak? Az én házam nem luxusház, hogyha nemzetközi standard. Jó, nézett, hogyha
Jó, hát a luxusra amúgy is bajban vagunk itthon. Mit csinálsz a karoddal? Nem tudom, mi van. Ne büntesd magad, ne büntesd. Edzeni voltam, és a menő bicepstől kikészült. Ja, ezért jöttél be a pólóba? Nem értettem. Nem, ez volt fölül. Na de, amit így hát elkezdesz így gyúrni a karodat, ez úgy néz, tehát mint hogyha ilyen danonpudingot izélél, lögdösnél egy kanállal. Hát tesó, most hadd nem utassak neked Insta videókat, ahol látszik, hogy milyen. Azt mondta tegnap az edzőm, hogy kijött egy olyan izom, ami nem sokaknak van. Nem sokaknak látszik. Neki van röntgengépe. Most nálam se, de azt be kell durrantani, Gyuri, hát te, ja, aki edzel, tudod, jó, hogy megy ez. Aha, jó. Nem érted, hogy Laci miért jön pólóban? De miért pólóban? Ezt így az orrod előtt miért masszírozni? És az orrod előtt elkezd így masszírozni, hogy a nadrágodban nem nyúlsz. Na, azt még értem. Hú, az edzőmmel dolgoztunk, tegnap itt is nagyon elfáradtam. Na jó, szóval visszatérve a sztorira, tehát egy fiatal ember vett egy ingatlanra érdi házat, 150 millióért, plusz még azt hiszem 30 milliót kifizetett a berendezésért. A lényeg az, hogy 180 millió forintért vett egy házat, amibe azóta se tudod beköltözni. Ez november óta tart? Hát november óta tart már az akut része a dolognak. Az akut része. Igen. És elég furcsa volt, Gyuri, ezt majd Léci, írd még bele nekem, mert furcsa volt, hogy elmondta neked, te beszéltél is vele, hogy a pénz átadás az ugye az ügyvéd felé történt meg. Igen, az ügyvéd felé történt, és hogy az adásvételkor, amikor aláértek a szerződést, akkor ő kifizette az egész pénzt úgy, ahogy volt. Igen. És azóta nem tud beköltözni, próbált már, fejszével kergették el, mi egymás, de volt még egy csomó olyan tortúra, igen, ott. És egyébként azzal együtt, hogy az ingatlan már az ő nevén van, tehát hivatalosan ő a tulajdonos. Ő a tulajdonos, és mégsem tud beköltözni, a hatóságok nem tudnak mit csinál, vagy nem csinálnak. Nem tud, hát... Vagy, én nem tudom, de tudod, ez a szokásos dolog, és itt vagy, és az eredeti tulaj, tehát az eladó ott van benne az ingatlanban. Az óriási, azért kifizet 180 milliót, papírod van róla, hogy ez már a tied, és nem. És nem, mehetsz be, és a rendőrség lényegében nem mondja azt, hogy... ez a helyzet, így van. És tudjátok, hogy amikor ilyen jellegű jogi ügyeink vannak, itt ingatlanos dolgokban már többször segített nekünk dr. Old Gergő, ő nem azért jelentkezik ma be, hogy megoldja Károlynak az ügyét. Bár ezt is körüljárta egyébként. Úgyhogy... Bár ezt is körüljárta, igen, akkor ő képben van. Hanem többek között azért is, mert hogy tanuljunk ebből az esetből mindannyian. Nyilvánvalóan ő adásban fog mondani dolgokat, hogy egyébként Károlynak milyen esélye van majd az ingatlanába végül beköltözni, de azért baromira nem mindegy, hát ugye nagyon ritkán van az, életünk legnagyobb befektetése az ingatlanvásárlás. Nagyon ritkán van tehát ilyen, hogy tudjuk mi fejből, ha csak nem cseréltünk évente lakást meg házat, hogy kell szerződést kötni, kinek kell utalni, mennyit kell utalni, részlet, második részlet, mi az a birtokba adás, mi az a használatba vétel, mi az a nem tudom micsoda, de iszonyat idegesítő, én emlékszem. Tehát tudom, amikor az ember vesz ingatlan, megnyomni az entert, az nem jó érzés. Hát persze is. És az emberek nagy része nem is tudja nyilván, hogy hol vannak azok a kiskapuk, amiket vele szemben ki lehet használni. Ki tud használni mondjuk a másik fél, amire vigyázni kell. Igen, igen, igen. Szóval ezt dr. Old Gergő el fogja nekünk mondani. Lehet egyébként tutira menni? Tehát, hogy ne verjenek át bennünket? Tehát van az a módja a szerződéskötésnek, adásvételnek, van, hogy... Lépésről lépésre el fogja mondani a Gergő, hogy kell egy ilyen folyamatot véghez vinni, hogy ne legyen baj tulajdonképpen. De az a lényeg, hogy nem szabad spórolni ügyvéden. Hát ez az első. Tehát, hogy ez a magam alá, oda megyek, jaj, de szép ház, írjunk egyet, aláírom, stb. Jó, ott a bankszámlaszám, hát oda, ezt felejtsd el. Persze. És abba sem nyugodjunk bele, hogyha az egyik félnek van ügyvédje, hogy ő majd intéz mindent mindkét félnek, abba sem érdemes. Te is vigyél ügyvédet. Persze. Ez abszolút így van. Tehát ez, emlékszem, még nálam is így volt, hogy volt ügyvédje, de nekem is volt ügyvédem. Két simlis intézze el egymás közt, csak legyen az egyik az enyém. Nem, hát nyilvánvalóan a te ügyvéded az feléd, és hogy és hát azért ügyvédben is van nem teljesen tiszta fickó, tehát hogy van olyan, aki a simlisségben partner. Bizony. Csak neked tök hiteles, mert ugye mondja a jogi dumát, és szóval mindenképpen vigyél magad a ügyvédet. És tényleg az ő tanácsai szerint járjatok el, de Old Gergő el fogja ezt nekünk mondani. Ez az egyik témánk, a másik, hát igen, az a baj, hogy mindig keresem a műsor címét, Kincsvadászok. Igen. Kincsvadászok, ugye sok-sok műkereskedő, műbecsüs, mű, meg ugye egy darab tankcsapdás, a fejes Tomi, ő az igazi. És, ő igazi kincsvadász. Az látszik is. Na jó, de ez a műsor most már megy egy ideje, és egyébként baromi érdekes, én
kimondottan figyelemmel kísértem azt, hogy milyen sikere lesz ennek, mert ugye ahol a magyar televízió nézők totálisan le vannak butítva, tehát mi ebben az országban élünk, tényleg ez a csattanjon a takony az arcán, vagy mit tudom én, csinálja meg az erdőben a celeb nénit től, de más inger már nagyon nem működik a magyar nézőnél. Hát ez van. Ugye? Abszolút ezt kapjuk. Esetleg még kornyikáj. Kornyikáj, de sírj is közben. Tehát, hogy még ez a műfaj nagyjából, ami a tévézésben működik, hogy ez a műfaj, ez hogy fog működni nálunk, ahol már biztos ti is láttátok, ahol teljesen átlag emberek bevisznek ott a Tilláék elé valamilyen tárgyal, amit találtak padláson, az lehet egy bútordarab, lehet valami antik dolog, lehet ékszer. Valami ékszer, lehet egy kép, lehet egy bármi, és akkor ezek a műbecsüsök meg a Fejes Tamás licitálnak arra, ha meg akarják venni. Ugye? Nagyjából ez a történet. Igen. És ez megy, és ez a németeknél iszonyat sikeres, én nagyon szeretem, évek óta nézem, mert mindig a tárgyak mögött van egy történet, és nem csak a tárgyak története ez, hanem az ember története is sokszor, aki beviszi, vagy annak a családjáé. Igen, egyébként az utak egy kicsit elválnak néha, mert sokszor általában a műbecsüsök licitálnak valamire, és a Fejes Tamás meg valami másra, amire a műbecsüsök nem akarnak licitálni. Igen, ez történik. Na jó, de én a Fejes Tamás oldalán állok, mert most betolnak egy komódot valamikor Sziszi korából. Jó, hogy a rockstart nem izgatja fel. Igen, különösebben. Tök jogos. De felizgatja más. De felizgatja más, igen. És ők meg teljesen ebben a komód meg porcelán dologban persze. Vannak ezek a műbecsüsök. Ez a baj a műbecsüsökkel, csak a bútorra mennek. De bútor meg ezek a poros dolgokra mennek. Igen, ezek a rojtos lámpabúrák, állólámpák. Ami igen. Az átlagembert nem érdekel. Ilyen téren sokkal jobb a német. Aha. Verzió, mert ott nagyon-nagyon érdekes tárgyak vannak. Például régen, a 70-es években Németországban, 80-asakban is még, az áruházak előttök voltak nagy áruházak, és mindig ott volt egy lovacska, vagy egy autó, vagy egy hajó, vagy egy valami, ami ilyen műanyag volt, a kisgyerek rátudott, és az anya bedobott 50 pfeniget, és az akkor ilyen 3 igen. Percig ingott ide-oda. Jó, most is van ilyen a plázákban. Igen. Na, igen, de az a 70-es évek béli darabok, Azok vannak most itt Magyarországon. Nem, azok nem annyira gagyik. És ja. Például múltkor betoltak egy ilyet a német műsorban, és ott mindenkinek jöttek elő az emlékeim, az anyja azt mondta neki, hogy nekünk nincs erre pénzünk, meg ez hülyeség, mert csak 3 percig mozog. Meg. Szóval mindenben van egy sztori. De itt igen, sajnos ilyenek nincsenek. De lehet, hogy Fejes ezeket érzi meg inkább. Tehát, de nem raknak elé. Amit legutoljára vette, az is érdekes, ez a 400 ezer forintos tétel, ami Titanicról származó széndarab, azért az egy izgalmas dolog. Mit csináltak a Titanicon szénnel? Hát szerintem fűtöttek. Tehát a fűtés kamrából megmenekített egy darab briketet megvett a Fejes 400 ezerért? Remélem, hogy ő ennél többet fog tudni a széndarabjáról, amit egy komoly összegért megvett. Vele fogunk beszélni, de van mellett egy kanál, egy síp és néhány pénzérme is. Na, így már. Így már 400 ezer, nem? Hát azért ez már. Igen, csak senki nem tudta a Fejesnek igazolni azt, hogy ez tényleg a Titanicról származik. De nem elég, ha a Fejes elhiszi. Na de ez a lényeg ebben, és ezért akarunk vele beszélni, mert azért az én barátom vett már egy pár tárgyatot, amit nem értek. Mert ugye én ismerem, ahogy ő lakik, ahogy ő él, stb. Tehát, hogy ő is vett valami porcelánizét cuccot, nem? Vett egy herendi lámpát. Herendi lámpát. Igen. De azt az anyukájának igen. Vette. Igen. Jó, azt még értem. Te vett például 120 éves frakkot is, ami nem is jó rá. Ezt nem is értettem. Vett egy 120 éves frakkot. Szóval azt akarjuk vele megbeszélni. Mennyire helyezte Attila nyomás alá? Ilyenkor a vásárláskor? Vegyél már valami. Nem tudom. Hogy mire nyílik ki az ő érdeklődése és bukszája? Mitől licitál egy széndarabra a Titanic, vagy egy frakra, ami 120 éves? Tehát, hogy mi ez az érzelmi, vagy kereskedelmi, vagy nem tudom milyen izgalom, ami benne van, és ezt akarjuk vele egy kicsit kivesézni. A Cadillac már volt? Kedilek volt, viszont azt nem tudta megszerezni. Azt tudom, hogy nem tudta megszerezni. Nekem mondta, hogy nem tudta megszerezni. Na jó, az például, az jó lett volna. Az a Kedilek. Csak hát mert túl sokat kért érte az eladó. Na, azt például megértem. Szóval Fejes Tamást, a tankcsapda dobosát, aki ugye most ebben a kincsvadászokban a kakuktojás amúgy, vele fog beszélgetni, hogy mennyit költött milyen hülyeségekre eddig. De és mi lesz ezeknek a sorsa? Mert a lámpát értem még az anyukájának, de az összes többinek nem értem a sorsát. Hát ő nem kereskedő, tehát... Ha csak nem nekem vette a frakkot.
És meg akart lepni, csak jaj, de hülye vagyok, lement a tévébe. Futball téma a Horthy Gáborral és az Inter Miami. Tudjátok, hogy az a csapat, amely sosem volt rajta a térképen, rózsaszín ruhákban futkároznak, de azóta a térképen van, amióta David Beckham, a csapatnak a tulajdonosa tulajdonképpen, megvette Lionel Messit. Hát igen, és mostanában nehéz napja is vannak David Beckhamnek, mert elmentek egy kicsit turnézgatni, elvitte az Inter Miami, ugye kitalálta ezt a műfajt, hogy körbeviszi a csapatot. Ezt más is csinálja. És hát Hongkongban nem lépett pályára Messi. És ettől az egész távol kelet begurult, elátkozták. Egész távol kelet begurult. Elátkozták Beckhamet, de majd jön a Gábor a részletekkel, meg hát itt vártak egy másik nagy találkozást is Cristiano Ronaldóval. Igen? Az Al-Nassr ellen is pályára léptek. És oda sem mentem Messi? Hát a Messi sem nagyon, meg a Ronaldo sem nagyon. Úgyhogy... Oh. Jaj, de imádom ezt! Zsúrfiúk azért nincsenek minden dátumra lekötve. De azért, azért az Inter Miami így is kapott egy hatost, szóval, hogy... Al-Nassrtől? Igen. Ronaldo nélkül. Ronaldo nélkül, igen. Nem mondta Ronaldo, hogy ezt csináljátok meg nélkül. Ezt tökre megértem. Tehát, hogy én vagyok Ronaldo, vagy én vagyok Messi, és egy tök jelentéktelen meccsre megvan az esély, hogy lerúgjam, különben is életem legnagyobb riválisa egy már nem tét meccsen, tehát igen, nem a igen. PSG játszik a Real Madrid ellen, vagy mit tudom én. Ott maradok a szállodában. Hát nagyjából ez történt. Mind a kettőnek hirtelen fájt a combja, vagy a térde, vagy valami. De mind a kettőben van szarva a másiktól tényleg? Tehát nem akartak olyan újságcikkeket, hogy Hongkongban lerúgta Messi Ronaldot, vagy Ronaldo Messit? Valószínűleg nem is rúgták volna le egymást, de valóban, tehát hogy minek? Minek? Igen. Most azért, hogy az újságoknak legyen egy csomó fotója, hogy néztek egymásra. Tehát, azokban a vicces... Jó, mindegy, nem most akarom megbeszélni majd a Gáborral, de... A vicces mezekben ott elképesztő, jó. És most jöjjenek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Ez egy kísérletünk volt arra, hogy elmagyarázzuk magunknak és a hallgatóknak is, hogy működik ez a kriptovaluta ügy. Hát szerintem egy elbukott kísérlet volt egyébként, tehát engem több ismerősöm fölhívott, hogy ők nagyon követték, nagyon próbáltak figyelni, de nem egészen értik még mindig a dolgot. Minden esetre mi egy olyan emberrel akartunk beszélni, aki aktívan foglalkozik a kriptovalutákkal, Vossal Arozjana volt itt. Mondma, mi nyűgöz le, Laci? 3-7 elmúlt 4 perccel. Na, Budapest Bamako üzenik nekünk, a résztvevők délelőtt lépnek be Szenegálba, ahol a hétvégén zavargások törtek ki. Remélem nem lesz gond, az unokatesóm is arra, alén van üzeni, Robi. Mi igyekszünk, ha nem is ma, de holnap kapcsolatba lépni Vilám Gézával. Igen, annyit tudunk, hogy vezetékes net van, de egyébként a telefonszolgáltatásokat kilőtték, úgyhogy nehézkes a kommunikáció. Jó. Érdemes-e belépni Szenegálba, hogyha ott ez van? Igen, hát az első táborukat, aminek ott kéne lenni, azt mindenképpen át kellett alakítsák, úgyhogy folyamatos szervezés van. Én jó, írok akkor a Gézának, aztán meglátjuk, mi lesz. Sziasztok, 1000 éves barátom Putyi, azaz Skrut István is titeket hallgat végre. Szeretnék egy háját kérni neki, köszönöm, Zoli. Hát akkor a Putyinak egy... Hájjá! Isten hozott közöttünk. Jó reggelt, Bocskor csapat, mi már a reggelin túl, délelőtti sziesta indul. Mm. Tegyétek szebbé ma is a napunkat, itt a szürke Maldívon. Male Ayla Fushi, 32 fok, de felhős. A Tessa Nutella dealer. Látjátok, Nutella dealerkedésből le lehet jutni Maldívig. Az igen. Jó pesgős reggeli, de jó is az. Csak hát... Mi? Ugye? Csak hát? Hát ott nem hát kell utána vezetni. Még van egy nap. Hát ott nem kell vezetni, de hát azért az egy jó műfaj. Ja, tisztelt Bocskor Gábor úr, most tudtam meg, hogy a barátnőm 12 éves fia tudtomon kívül múlt hét pénteken egy csúnya üzenetet küldött önnek, amiért bocsánatát kérem. Állandó hallgatójuk Erika. Na hát. Oh. Ez milyen helyes. Hát ez semmi baj, nem is emlékszem arra az üzenetre, de... De biztos ki lett osztva rendesen. Biztos ki lett osztva, nem lett, teljesen mindegy. Semmi gond. Ez egy jó, ha ismerőseitek nevében elnézést kértek, amilyen üzeneteket küldenek néha nekünk. Ja, lehet, hogy megnézte a telefonját. Na mesélj, Laci, mit találtál? A Bodrogi Gyulának milyen igaza van? Elment egy beszélgetős műsorba, és ezekről a tehetségkutatókról került a szó, és mondta, hogy hát tök érdekes, mert hogy mindig van egy zsűri, akik elmondják így a véleményüket, de aztán tök fölöslegesen mondják el, mert hogy aztán jön a telefonos szavazás, és aztán úgyis a nézők döntenek. Tehát teljesen mindegy, hogy igazából szakmailag mi hangzik ott el.
egy ilyenben? Vagy hogy jut tovább valaki? És úgyis majd a néző eldönti, hogy ki az, akit kedves arcúnak gondolok, ki az, akit jó csajnak gondolok, ki az, akit, nem tudom, én azt gondolom, hogy az én fülemnek jó az, ahogy énekel. De nem teljesen így van, mert bár műsora válogatja, de nagyon sokszor az zsűri juttatja előrébb, és majd később jön az, amikor a néző is dönthet. Tehát ez az egyik. De értem, hogy amit mondani akar, hogy a néző döntse el, hogy ki tetszik neki, és ne egy négytagú zsűri, aki még két évvel ezelőtt szintén tehetségkutatóban próbált felmászni. Hát vagy pont fordítva? Pont fordítva, igen. Miért a néző dönti el? Hát a szórakoztatóipar az nem így működik, hogy néző az azt eszi, amit kap. Tehát, hogy majd ezt most ki mondja? Mondják. Bodrogi Gyula ezt mondta, hogy fölülírja, hát akkor minek a szakmai vélemény a zsűritől? Hogyha utána úgyis a néző dönt ebben a dologban. Tehát, hogy ja, értem. De az, ezt hogy... mondom, hogy a szakmai vélemény feltornásza őket a harmadik lépcsőfokra, és akkor onnan már a nézőre bízzák. Igen. Vagy nem. De hát ugye nyilván Gyuszi bácsi is pontosan tudja, hogy ezek a műsorok nem arról szólnak, hogy tehetségeket fedezzenek feltétlenül fel, mert az országban már olyan kevés van, hogy újakat kell találni, hanem arról a két óráról szól, hogy az nagy nézettséget hozzon és reklámbevételt. Az nyilvánvalóan egy ütős zsűrivel lehet első körben, meg megható fellépőkkel elintézni. Az, hogy aztán a tehetséggel mi lesz, valljuk be, senkit nem érdekel. Hát nem tudom. De ez így van. De azt is szeretném hozzátenni, hogy ebben az országban az aktuális énekesek többsége egyébként valamelyik tehetségkutatóból került elő, akiket ma szeretünk. Tehát legyen az Gáspár Laci, legyen az Radics Gigi, legyen az Rúzsa Magdi, legyen az, és sorolhatnám, a Tótok. De mind úgy voltak, hogy mikor becsukodott a műsor ajtaja hátuk mögött, akkor ők felismerték a saját lehetőségeiket, és tudtak azzal élni. De csomóan nem tudtak. Pontosan. Tehát, hogy ez már csak rajtuk múlott azután, hogy véget ért. Ez pontosan így van. Tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben van létjogosultsága. A kérdés, hogy ennek az országnak van-e szüksége ennyi énekesre? Tehát szerintem több énekesünk van, mint Angliának. Biztos? Tényleg? Több énekesünk van, mint Angliának. Egyébként valószínű, igen. De hát, na jó, hát ebből is már 13. évad lesz az X-faktorból is, tehát, hogy még mindig... Most énekes alapú, azt értem, akik rendszeresen szerepelnek tévékben, akik mit tudom, rádió, stb. Komolyan mondom, hogy itt több van. Angliában még mindig Adél énekel. De ő is tehet. Ha még Adél énekel, nem kell nekik más. Nem kell nekik más, igen. Ja, aztán mi van még? Lakatos Márk. Azt mondja, nagyon büszke magára, és kérdezte az Instán a kis követőit, hogy ők is büszkék-e rá, mert őt fölhívták az RTL-től, hogy menjen el valamilyen, nem tudom, beesel a medencébe, ha nem sikerül a feladatot teljesíteni. És azt mondja, Márk, nagyon büszke vagyok magamra, mert gondolkodás nélkül azt tudtam mondani, hogy nem. És hogy már nincs benne az a félelem, hogy jaj, ha valamire nemet mondok, akkor majd soha többé nem jutok eszedbe a csatornának. Egyetértek már, nekem ez már rég eljött. Én gyakorlatilag majdnem mindenre nemet mondok, de tényleg szinte mindenre. Hogy ez, igen, érdekes a fordítottja, hogy egy nyomás alatt vagy, hogy nem maradok-e ki valamiből, kapok-e újabb felkérést, ha izé, de nem olyan nagy. Hát igen, mert hogy amúgy a pénzen kívül nagyon, nem tudom, hogy mi a vonzereje ennek a dolognak. Tehát az, hogy csak méltatlan helyzetben látszol mondjuk egy ilyen tévéműsorban. Kizárólag. Tehát, hogy és valaki ezt bevállal, nagyon sokan bevállalják. Jó, nem újdonság egyébként. Ez, igen. Tehát ez viszonylag virágzik ez a műfaj évek óta, hogy méltatlan helyzetben van a pénzért celebek. Tehát, hogy ez működik nagyon is. Igen, csak hogy ez, én nem tudom, én lehet, hogy magamból indulok ki, de hogy ez az ember ezt hol kapcsolja ki magában, tudod, hogy jó van, belefér, az majd úgyis elfelejtik fél év múlva, hogy én lecsúszott rólam a, nem tudom, nadrág, és úgy estem be a medencébe, vagy öntöttek rám valami. Mindenkinek máshol kezdődik a méltósága. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, kenjenek rajtam szét, teszihabos tortákat, és dugjanak pisztrángot a seggembe. Oh. Én azt gondolom, hogy ez az ő döntése, ez az ő méltósága. Egy másik kérdés, hogy az önnézők ezt miért akarják, és miért nem például egy csinálják meg otthon. Mint a kincskereső. Tehát, hogy igen, itt valaki írta, hogy nem igaz, hogy a nézőnek ez az igénye, hanem ezt kapjuk. Ez sem teljesen igaz. Nem, én is azt gondolom, mert mindig ez a tyúk tojás kérdése. Azt kapja a néző, amit érdemel, vagy a tévé azt gyártja le neki, amire való. És ez tényleg tyúk tojás kérdése. Az én teljesen szubjektív tapasztalatom az, hogy az igénytelenséget azt a tévécsatornák diktálták. És nem a nézők maguktól mentek le mocsárba, hanem azt kapták, ezzel próbáltak egymással szemben olyan versenyhelyzetet ki, hogy ki megy tényleg leporutyába,
és nyilván a purutyasság az első körben megy. Nem tudom, hogy inkább nem arról van ez szó, hogy visszanyúltak a nagyon régi időkhöz, a cirkusz kezdetéhez, mert ha megnézitek és lebontjuk ezt a műfajt, akkor nagyjából ez arról szól. Cirkusz a népnek, felülnek, középen ott vannak azok az emberek, de hát akik érdekesek, igen. És azok le vannak borogatva, és nevetünk. De nem mondasz nagyon ellent nekem, tehát ez azt jelenti, hogy visszamegyünk egy olyan szintre, ahonnan egyébként már elemelkedtünk egyszer. Tulajdonképpen igen. Tehát már elemelkedtünk, mert nívósabb, tényleg már úgy hangzok, mint az öreg színészek, mert mindig ez az érték. Az, hogy érték, mi érték, az hagyjuk is. De hogy nívósabb tévéműsorok voltak ebben a kis országban, az is igaz. És ezek szórakoztattak, ezeket szerették a nézők, stb. Tehát, hogy ez egy baromi érdekes kérdés. Én csak azt tudom, hogy összehasonlítva, hogyha nézek angol televíziót, nézek, persze, hogy sokkal több csatorna van, nézek német televíziót, nézek amerikai televíziót, azért ott hála a jóinknak a szórakoztatás picit máshol tart. Hát, hogy tehát ők igényesebb dolgokat kapnak, mint mi. Is. Valószínűleg ott is megvan ez. Igen, nem szélesebb spektrumon mozog, mert mondjuk nagyobb a piac esetleg, igen. És sőt, több minden megfér. Persze, hát pici piac vagyunk, de ennek ellenére akkor miért a legszarabban nyúlunk bele? Ja. Hát a pici piac vagyunk, és nem tudunk akkorát kínálni, mint mondjuk Anglia vagy Amerika a tévénézőinek, akkor miért tényleg a legaljában nyúlunk? Ez nem értem. Hát szerintem ott is egyébként a legalja működik a legjobban. Tehát az, hogy ott mondjuk vannak különlegesebb formátumok, vagy egy kicsit mondjuk, amit mondjuk, nem igaz. Azt mondjuk, hogy nívósabb, az kisebb csatornán, az is tud annyi nézőt szerezni. Nem igaz. Hogy Magyarországon nincs például talk show. Kivéve az enyém. Igen. És nincs. Hát ez a műfaj nem létezik. A Fábri még talán, de a Fábri nem beszélget jól. A Fábri jó stand-upos, de nem jó beszélgető. És ez a műfaj, ez nincs. Volt, most nem akarom elmesélni, hogy kik voltak még azelőtt, volt. Ez a műfaj, ez ki lett nyírva. Hát, hogy átment a belegondolsz. Podcastra. Nézd meg, vagy átment a podcast, az jó, oké. De... Hát figyelj, ott azért sokkal jobban meg tudja valaki csinálni, hogy megtalálja azt, ami őt érdekli. De most televíziózásról beszélünk, most nem gumicsónak, meg óceánjáró, tehát érted, ne hasonlítsuk össze a kettőt, mind a kettő vizen van. Nem, most a televíziózásról beszélünk. Nincs, de hogyha megnézed, hogy egyébként melyek az ütős műsorok, megint csak azt mondom Amerikában, Angliában, akkor azok például az esti talk show-k. Uh-huh. Nálunk hát ezt a műfajt kinyírták. Igen. És mi van helyette? És ott a válasz. Ezek a medencés műsorok. Ezek a medencés műsorok. Tehát azért mondom, hogy nem. Nem azért, mert egy periférikus csatornán megtalálod a pöcsmutogatót. Persze, azt is nézik, de nem annyian. Hát nem tudom, egyszer majd csak úgy koppanunk az alján, biztos el fog ez indulni fölfelé. Egyszer mindenki megunja ezt. Nem tud elindulni fölfelé, hogyha egy tévécsatorna nem dönt így. Hát a néző tényleg azt kapja, amit kap. Aha. Ja, hát akkor ebben maradunk. Így van. Na jó. Most milyen szomorú lett ez az egész? Mindenki olyan szomorú, igen. Hát szomorúak vagyunk, de közben ez van a tévében, és ezt nézzük. Anette, mit szeretnél látni a tévében? Pöcsöt vagy talk show-t? Talk show-t. Na. Ó, Anette. Gyuri, te? Akkor te mondd meg, Gyuri. Jó, pöcs vagy talk show? Nekem így túl könnyű, ne haragudj. Adjál más lehetőséget a talk show mellé. Ne kelljen már talk show-t választania. Kaki vagy talk show? még mindig túl könnyű. Még mindig. Kassa Tibi vagy talk show? Talk show. Na jó. Nézzük ezt a történetet. Most olvastuk az újságban egy magyar férfi. Hát november környékén, november óta tart ez a tortúra, 180 millió forintért vásárolt egy érdi ingatlan. Mindenféle papír, birtokba vétel, minden megvan, ha jól tudom, átutalta a pénzt egyben egyébként, és azóta nem tud beköltözni, az eladó nem hajlandó kiköltözni, a hatóságok érdemben semmit nem csináltak, és ez egy ilyen jogi tortúrává kezd alakulni. Elmondjuk majd nagyjából, hogy mi ez a történet, olvastuk az újságban is a cikket róla, te beszéltél vele telefonon. Így van, ő már tulajdonos egyébként hivatalosan is, annak ellenére, hogy még mindig nem tudta birtokba venni a házat, szóval ez egy nagyon fura helyzet. Eléggé kacifántos helyzet, és ezért dr. Old Gergő ügyvéd barátunkat hívjuk fel ezzel kapcsolatban, nem csak az, hogy ezt az ügyet értelmezze, hanem az, hogy mi, ha ingatlan vásárlás előtt vagyunk, akkor miket kell, hogy figyelembe vegyünk, hogy ilyen lyukra ne fussunk. Azért 180 millió nagyon sok pénz, de van, akinek az a 20 millió nagyon sok, sőt minden, nem mindegy, hogy kinek utalom meg, hogy papírozom az ügyet. Mikor utalok, mennyit utalok, hogy papírozom le, mi az a birtokba adás, mi az a használatba vétel, mi az a tulajdonjog, ezek mind külön-külön-külön fogalmak, és milyen esélyem van arra, hogyha nem akar kimenni onnan az eredeti. Igen. Az eladó. Szóval Old Gergő ügyvéddel beszélünk mindjárt erről. Ez a Bocskor!
7 óra 13 perc, szevasztok, jó reggelt, drága hallgatók, hello, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, szia Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Gábor, ez az, ezt nagyon jól mondtad, üzeni Darus Ati. Igen, többen mondják. Jó reggelt kívánok, gratulálok a műsor témája, az éppen ideje, hogy valaki beszéljen róla, hogy a televízió milyen műsorokat ad le. Szégyen állandó hallgatóik, Acél Ivánné. Ja, de egyébként a jó hír ebben az, hogy én mindig találok magamnak műsort a nagy kínálatban, de hát nem a fő csatornákon. Hát nem mindegy, hogy mekkorát merít az ember, persze. De hát ezt most nem értem, mit mondtál, de én tudom, hogy én mit mondtam. Tehát, hogy van egy távirányzó. Válogatsz. Hát persze, hát rengeteg csatorna van, sokkal több, mint régen, rengeteg csatorna. Hogyne. Tehát valamit mindig találsz magadnak. Hát a más nem a streamingen. Vagy ott, így van. Na, gratulálok, igen, oké, én nem vagyok szomorú, eszméletlen hasznos volt, amit Gábor mondott a tévéműsorokról, a Kincsvadászok hosszú idő óta az egyik legjobb műsora a csatornának, várom Fejes Tomi interjút, szuperek vagytok, Évi. Jó, az egy óra múlva lesz, most egy teljesen más ügyről beszéljünk, megdöbbentő ez a hír, amit olvastunk, egy, hát egyenlőre balul sikerült érdi ingatlan vásárlásról van itt szó. Mi beszéltünk, nem csak a cikket olvastok, hanem beszéltünk adáson kívül Károllyal, a vevővel, és ő a következőket mondta el. Tehát ő tavaly tavasszal 150 millió forintért vásárolt egy érdi luxus ingatlant és benne lévő bútorokat is, ezt viszont további 30 millióért, tehát ez ugye 180 millió. És bár az adásvételi szerződés aláírásakor ezt az összeget ő kifizette, bim-bim, egyben, mégsem tudta azóta sem birtokba venni ezt a házat. Az eladó ugyanis azt kérte, hogy maradhassanak még néhány hónapot, mivel nincs hová menniük, és ez a dátum, ez eredetileg tavaly május volt, aztán az is hónapról hónapra csúszott, és most nagyjából ott tartunk, hogy az eladó november óta elérhetetlen telefonon, ugye a vevő részéről, letiltotta Károly számát, és nem hajlandó kiköltözni az ingatlanból. Ráadásul pár héttel ezelőtt, amikor Károly ismételten próbálta valahogy birtokba venni az ingatlant, akkor ilyen fejszével kergették őt el. Tehát ez egy rémálom. Ez egy rémálom. Na most itt ilyenkor nyilván minden kedves hallgatónak, aki Deriken és Stászkent hátson nőtt fel, azt gondolná, hogy hát akkor erre való a rendőrség. Így van, nem sokára jön egy gyönyörű szép BMW, amit Harry vezet, és majd a nyomozó urak ezt helyre teszik. A magyar Harry, igen, egy Oktáviával, de akkor is. Tehát, hogy bemutatom, hogy nézzétek, ez az én házam, itt vannak a papírok, stb. Kedves rendőrség, és nem akarnak elmenni, és fejszével fenyegetnek. Szerintem ez annyira egyértelmű dolog, hogy ilyenkor be kéne ülni az Oktáviába, elmenni a helyszínre, fülön fogni ezeket, kivezetni. Igen, és főleg úgy, hogy tényleg ott vannak a papírok, ott hiszen a papírok. Már tulajdonos, bejegyzett tulajdonos. Bejegyzett tulajdonos. És tényleg, szóval ez én nem tudom mire, de viszont örülök, amikor a rendőrség Mátra Gelej háza pihenőnél reggel hétkor mindenkit megfújat. Tehát, hogy az tevékenység. De ilyen esetben hát azért ebbe több a veszély. Figyelj, tudod mi, ahol van a veszély? Texasban, az a veszély. Jó, hát. Az a veszély, nem itt, hogy itt fülön kell csípni néhány izét, fickót is kivezetni egy házból. Jó, hát azért, ha lehet választani, akkor én se inkább érdel lennék, hanem a Mátra pihenőnél. Hát, de te szoktál reggel pesgőzni, neked ez nem olyan jó. Te jobban örülnél, ha ők érdel lennének inkább. Abszolút. Vagy valami rövid nevű pihenőhely legyen. Na jó, szóval viccet félretéve, ez nem vicc, mert sajnos tényleg a hatóságok egyelőre semmit nem léptek, hogy ez a dolog, ez tart tavasz óta, igazából november óta. Hát ez megnyugtató, az ember kifizet 180 millió forintot, és mondjuk így nem áll mellé a hatóság. Igen. Na, és gondoljatok bele, tehát, hogy egy ingatlan nyilvánvalóan mindenki életében az egyik, hanem a legnagyobb kiadása. És ezért gondoltunk, hogy azért is foglalkozunk Károly esetével, meg áttételesen minden ingatlan vásárlási esettel, mert meg akarjuk azt nézni, hogy milyen hibákat követhetünk el, milyen hibát követhetett el Károly, amennyiben elkövetett, és szerintem mindannyian kell, hogy tanuljunk ebből. Annyi fogalom elhangzott itt már, birtokba vétel, használati jog, tulajdonosi, nem tudom micsoda. Ezek mind-mind külön fogalmak, és főleg a pénzátadás, tehát hogy az mikor és hogy történjen, és ezért van itt velünk jó barátunk, dr. Olt Gergő ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szia! Na, te is azért amennyire tudtál, utána néztél ennek az ügynek, itt most az eddigi információk alapján hol látod a hibákat? Károly követette valahol hibát itt az adásvitelt illetően? Hát azon nagyon kevés info alapján, ami rendelkezésemre állt, azt gondolom a legeslegnagyobb hiba az ott követődött el már, bocsánat a kifejezésért, hogy egy összegben rögtön a szerződéskötéskor kifizette a teljes vételárat, nem tartott vissza semmit olyan esetekre, mint például egy birtokbadás meghiúsulása, illetőleg már nem láttam a szerződést, feltételezem, hogy nincsen benne egyéb olyan biztosítéki eszköz, mint például egy késedelmes kötbér vagy valami hasonló, ami mind azt eredményezte volna, hogy ne következzen be ez a helyzet. Jó, ez azt jelenti, hogy nyilván, hogyha több részletben fizeti, akkor ugyanúgy előfordulhatott volna, és akkor maximum 75 millió forintot előlegként átutalt volna, és ugyanúgy nem tudta volna a birtokba venni a házat, akkor nem ugyanez a helyzet? Tehát, hogy általában az a tapasztalatom nekem, hogyha egy viszonylag nagyobb összeg vissza van tartva, bár ettől nagyon ockodnak az eladók, de az mégis arra ösztönzi őket, hogy elhagyják az ingatlant, és megtörténjen a tényleges birtokbadás. Tehát az már egy mi legyen az aránya ennek? Tehát egy hány százalék legyen előlegként kifizetve, amit javasolsz, és hány százalék legyen visszatartva, hogy azért valóban az eladó el is húzzon onnan a lakásból, hiszen érdeke a nagyobb lóvét fölvenni. Én mindenképpen a foglaló szót használnám, és azt a jogintézményt is a szerződéskötéskor, ugyanis ugye a felróhatóság arányában a teljesítés meghiúsulásért felelős fél ugye elveszti az adott foglalót, és a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszaadni, szembe az előleggel, ami meghiúsulás esetén mindenképpen visszajár. Tehát első körben mindenképpen egy foglalót javasolni, kikötni, és szoktunk is alkalmazni a szerződéskötéskor, és azután, ha van még részteljesítés, azokat hívhatjuk előlegnek, vételár előlegnek, illetve részteljesítési összegeknek. Ennek az általában 10% szokott lenni a nagyságrendje, ennél van túlzott a mértékű foglaló, csak nagyon indokolt esetben fogad el a bíróság. Jó, a foglalót értem, tehát én lefoglalózom a házat, a Gyuri házát, adok neki 10% foglalót, ha én elállnék valami miatt ettől a vételtől, akkor Gyuri megtartja az én foglalómat. Eddig értem. Jó, most nem álltam el a vásárlástól, jön az előleg. Ugye? Ez egy másik összeg. Igen, de itt is ez egy érdekes kérdés, mert a foglaló elvesztése az nem egyenlő azzal, hogy a szerződés szegés jog következménye alól mentesüljön. Tehát a foglaló az nem arra szolgál, hogy egyebánat elvesztettem az átadott pénzt, vagy egyebánat kétszeresét visszaadom, és akkor elálltam a szerződéstől. Az elállás az egy teljesen más jogintézmény. Itt a szerződés szegés esetén való meghiúsulásról beszélünk, akkor a foglalón felüli kárt ugyanúgy tudjunk érvényesíteni, és a foglaló ugyanúgy jár. Jó. És akkor a folyamatos tárgyalásnál érdemes ugye egymással kommunikálni, és fölmérni teljesen a lehetőségeit a másik félnek, és azt szerint ütemezni az esetleges további kifizetést. Többek között megnézni, hogy van-e hova mennie. Ha esetleg ő másik ingatlant akar venni, akkor az ott meghatározott fizetési ütemezéssel nagyjából azonos ütembe összefésülni ennek a mi szerződésünknek a fizetési ütemezését, és azt szerint fizetni, amennyire lehet, hogyha esetleg ezt egy ügyvédnél meg tudjuk oldani, és egy kézben van, akkor nyomon is tudjuk követni, már amennyire hozzájárulnak az adatok. Mások azt javasolták, Gergő, hogy mindenképpen akkor is, hogy az eladónak van ügyvédje, te is vigyél magaddal egyet, mert azok összejátszhatnak, vannak simlis ügyvédek is, tehát javaslod-e azt, hogy mindenki vigye a sajátját? Engem nem szokott zavarni, hogyha hozzák a sajátot, de alapesetben az ügyvéd normál esetben mindkét fél érdekét ugyanannyira kell, hogy képviselje. Az a teljesen megnyugtató számomra is egyébként, hogyha főleg, hogyha nincs egyetértés és teljes összhang a felek között, hogyha mindenki hozza a saját ügyvédjét, az ügyvédek egymás között kommunikálnak, megbeszélik a jogi fogalmakat, mindenki a saját ügyfelével közli, megérteti, és akkor viszonylag gördülékenyebben tud menni. Okay. Az esetben. Itt ebben az esetben nem tudom, hogy történt, olyat hallottunk, hogy mintha a vevő, azaz Károly, az ügyvéd számlájára utalta volna a pénzt. Ez szokásos eljárás, vagy általában máshova szokták ezt utalni?
Az ügyvédi letétbe való teljesítés, az utalás, ha ez történt Károly esetében, igen, az szokásos, viszont annak abban az esetben nem látom túl sok értelmét, hogyha úgy utaljuk az ügyvéd letéti számára a pénzt, hogy az rögtön a szerződés kifizetés vagy aláírás, akkor ki is fizeti az eladónak. Aha. Hát azzal tulajdonképpen ugyanazt történik, mint ha direktbe átutalnánk az eladónak. Az ügyvédi letéti teljesítésnek az lenne az elsődleges lényege, hogy rendben, megmutatom, rendelkezésemre áll a vételár, tessék, oda is adom, kiengedem a rendelkezésem alól, hiszen átutalom az ügy eljáró ügyvéd letéti számlájára, és viszont ott meg kell határozunk egy feltételt az ügyvédnek is, meg a másik félnek is, de innen te csak akkor kapod meg, ha. Többek között például ilyen lehet a birtokbaadás időpontja, illetőleg ha neki ugye egy új lakás vagy ingatlan vásárláshoz szüksége a részösszegekre, akkor bizonyos feltételek teljesülése esetén utalhatja el az ügyvéd az én pénzemet ezekre a meghatározott célokra. Világos. Ennek egy nagy összege kéne, hogy legyen. Én szoktam is alkalmazni, hogy a birtokbaadás megtörténte után kapja meg az eladó a maradékot. A birtokbaadás az egy fizikai birtokbaadás, vagy az is egy papírit? Most csak azért kérdezem, mert elvileg azt hallottam, hogy Károlynak birtokába adták az ingatlant, de mégsem tudott belépni az ingatlanra. Én úgy hallottam, hogy tulajdonjogot kapott a birtokról, nekem nincsen információm. Normál esetben a birtokbaadás az úgy néz ki, hogy közösen oda mennek a vevő és az eladó, leolvassák az ingatlan mérőóraállásait, rögzítik a gyári számokat, átadják a kulcsokat, minden egyéb tudnivalót átad, mint információt ugye az előző tulajdonos, és utána elhagyja az ingatlant. Hogyha csak papíron történik meg a birtokbaadás, és valójában fizikailag még bent maradt az előző tulaj, akkor az ugye következményeket vethet fel, és nagyon sok problémát. Illetőleg itt is ketté válik, mert ha valaki direkt az elején már arra készül, hogy nem fogok úgyse kimenni az ingatlanból, ugye az már büntető jogi kategóriákat is felvett és van maga után, mint az, hogy esetleg utána közben történnek olyan dolgok, hogy ellehetetlenül és egyszerűen képtelen kimenni az ingatlanból, akkor is egy teljesen más eljárás elé kell, hogy nézzem. Egyébként tipikus-e az, hogy a hatóságok így járnak el, hogy nem járnak el? Tehát nyilvánvalóan a papírmunka folyik most Károly ügyében, de hogy nem történik effektíve gyakorlatban semmi, hogy a jogos tulajdonos bekerüljön az ingatlanba, és a jogtalan az kikerüljön onnan, ez egy szokásos eljárás-e Magyarországon? Sajnos van egy nagyon meghatározott rendje annak, hogy hogyan tudjuk kiüríteni a saját ingatlanunkat. Ennek a legeslegyakoribb módja, ugye ez egy ingatlan kirítési pert kell indítani a bíróságon, ami tapasztalatom szerint átlagosan 6 hónapig tart, ha csak nincsen közjegyző előttett kiköltözési nyilatkozat, mert akkor ezt megúszuk ezt a 6 hónapot, és utána, amikor a bíróság ítéletével is kimondja, megvizsgálja az eset összes körülményét, hogy tényleg így van-e, miért van benne, megengedte neki valójában, hogy ott maradjon, nem engedte meg, ezer oka lehet, amit meg kell vizsgáljon a bíróság, hogy miért azt mondja, hogy már pedig itt kényszer segítségével fogjuk kilakoltatni a birtokosunkat, akkor utána, amikor megvan az ítélet, akkor a végrehajtó rendőröket fog odahív, és megtörténik a kilakoltatás. Én szerintem, ahogy olvastam a különböző cikkekben, ezt az eljárást elindították, de azért ez idő lesz, amíg beérik. De 6 hónap durván? Hát 6 hónapon belül nekem még nem volt ilyen jellegű ítéletem. Igen, 6 hónapot az kell. Azt kell mondjam, hogy az a minimum eset. Gergő, említetted a kötbért. Ezt milyen feltételek teljesítéséhez köthetjük meg? Milyen arányú lehet ez az összeg? A kötbérből is nagyon sok fajta van. Szerződéseknél azt javaslom, hogy mindenképpen késedelmi kötbért kössünk ki, nem meghiúsulási kötbért. Teljesen mások a joghatásai, és nagyjából nagyon leegyszerűsítve az azt jelenti, egy nagyobb pénzösszeg, hogy ami biztosítja azt, hogy a szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. Magyarul, ha csúszik a fizetés, pénzért csúszhat, ha csúszik a birtokbaadás, pénzért csúszhat, nagyon leegyszerűsítve. Uh-huh. Célszerű egy olyan összeget megállapítani, hogy az ne a szokásos bérleti díj összegét közelítse meg, hiszen akkor a tulajdonos még gondolkodhat úgy, hogy hát ki kell fizessem a kötbért, de végül is ha albérletbe mennék, az is ennyibe kerülne, tehát azt azért haladja meg jelentősebben, de túlzottan nem lehet nagymértékű, mert akkor azt a bíróság esetlegesen mérsékeli. De még egyszer nagyon fontos, hogy milyen tudati tartalommal bír az eladó,
és az egész folyamat alapján milyen jelek mire utaltak, mert innentől lesz ez vagy büntető jogi, vagy maradt polgári kategória. Van-e Károlynak egyébként joga most besétálni az ingatlanra? Kinyitni a kaput, akár ha nincs kulcsa hozzá, akkor egy flexel, egyszerűen besétálni, bemenni a nappaliba, ha az ajtó zárva van, azt feltörni. Károlynak van-e ehhez most joga? Hát elvileg az magállak sértésnek minősül, nem? Hát az övé alak. Az övé alak, de a birtokban nem ő van még. Most ilyenkor mindig azt vizsgálja, ugye egy éven belül a jegyzőtől is kérhető, meg a bíróságtól is a birtokvédelem, de mindig ebbe az eljárásba kell, hogy megvizsgálják, hogy ki a birtokos, az jó hiszemű birtokos. A birtokos nem egyenlő a tulajdonossal, jól értem? Nem, nagyon jól. Ki érti ezt? Komolyan mondom, megörülök. A birtokos nem a tulajdonos, szuper. Tehát akkor ez a lényeg. A birtokos nem a tulajdonos. Aha. Jól van, Gergő. És érdemes közben nagyon figyelni, mondom, az egyéb szubjektív jelekre, mert például a birtokbadás napjához közeledünk, és mondjuk arra kocsikázunk, és azt látjuk, hogy egy új nappali szekrénysort pakolnak be, akkor nem bízhatunk abba, hogy az, aminket akarnak meglepni. Valószínűleg nem áll szándékukban nekik kivenni onnan, akkor már érdemes előző. Én azt gondolom, amit ebből tanulhatunk, az az, hogy ez is mindenki vigye magával a tényleg bizalmába fogadott ügyvédjét. Tehát akkor is, ha másik ad ügyvédet, az ügyvéd pénzbe kerül, de vidd magaddal, mert téged képvisel. Kettő, ezeket a lépcsőzetesen, lásd foglaló, lásd előleg, a megfelelő arányokban az ügyvéd által javasolt arányokban is arra a számlára utaljátok csak át, és valóban csak a birtokba vétel után kerüljön egy letétbe helyezett maradék összeg átutalása. Jól mondom, Gergő? Én ezt javasolom mindenkinek. Igen, van, amikor sajnos az élet közbeszól, és nem lehet ezt ennyire kristálytisztán leírni, vagy rögzíteni, vagy megtenni, de mindenképpen ez az egészséges, főleg, hogyha gyanús jeleket is tapasztalunk közben. Így van. És a harmadik tanácsom, ne vegyetek házat Érden. Köszönöm, én nem sokáról árulni fogok. Hát ez buktad. Oké, Gergő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Köszi, dr. Old Gergő ügyvéd. Szia. Na, ez tök hasznos. Hát már amennyiben érthető, én próbáltam olyan fejjel követni a szavakat, meg minden, hogy hol vesztem el a figyelmemet, többször elvesztettem. De azért elképesztő közben azon gondolkodtam, hogy egy ilyen hétköznapi dolog, mint egy adásvétel, annyira irtózatosan meg van bonyolítva, és annyi a buktatója, hogy ehhez tényleg valami nagyon komoly szakembernek kell lenni. Hogy ezért kell a szakember, ezért kell az ügyvéd, mert látod, Gyuri, hát ezt a teljesen banális kérdést tettem fel, hogy a birtokos az nem ugyanaz, mint a tulajdonos? Nem. Halló? Nekem ezek szinonimák. Igen. Tulajdonképpen ki van fizetve, ott a tulajdonos, és még őt viszi el a rendőr, ha megpróbál bemenni Igen. a saját házába. Így van. Tehát vagy egy ügyvédet vigyél magaddal, vagy egy nyelvészt. Aki tudja, inkább ügyvédet, hiszen a jog az nem más, mint egy furcsa nyelv, amit csak ők értenek. Mert hogy az igazságérzete mindenkinek megvan. Igen. Jó, kérdezzük már valamit a hallgatóktól. Például azt a helyzetet, amikor kötöttél egy üzletet, de baromira átlettél vágva. Na, eddig mindig dicsekedtetek azzal, hogy milyen nagy üzletek, milyen nagy hasznot szereztünk, ugye az elmúlt napokban ezekről beszéltünk. Most lehet az teljesen autó, ott nagyon át lehet venni. Az nagy összeg, de akár ingatlan is lehet, amiről most beszéltünk, vagy bármi nagyobb összegű. Egy felújítás, tudom, egy bármi, hát ezek többnyire ilyen adásvételi dolgok. Tehát amikor nagyon át lettél verve, és most el akarod ezt nekünk mondani. Ezt írd le 0-20-22-22-122. És 3:48 lesz 2 perc, vagy gyönyörű szép átveréseken mentek át a mi hallgatóink egyébként. Jaj, de várom. Viszont egy Judit féle SMS nagyon jól tud esni. A héten veszek ingatlant, eddig is ideges voltam, ezzel már totál annyi az idegeimnek, de nagyon hasznos volt, köszönöm. Na, tök jó. Na, ezért beszéltünk erről. Nézzük, miket írnak még. Jó reggelt. 6-11-es úton Vásáros Dombó. És Sásd között frontális ütközés, hatóság helyszínen irányítja a forgalmat, üdv mindenkinek. Igen, ez itt két autó ütközött, és a 11-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Köszönjük szépen. Vettünk a gyereknek egy Supra cipőt. Nem most, 6-7 éve, akkor nagyon menő volt, 26 ezer forint. Nem sok, nem kevés. Nem sok. Nem sok, nem kevés, nem sok, ezt hiszem. Három nap után levált az oldala. Visszavittük, azt mondták, rosszul viseli a gyerek, nem cserélik ki. Három nap után panaszkönyvet kértem, elmentem a békéltetőig, de semmi. Rossz viselet miatt be kellett nyelnem. Három nap után. Egy cipőt hogy lehet rosszul viselni? Totál kikészültem, soha, amíg élek, ilyen cipőt nem veszünk, nem ajánlom, életem legrosszabb vétele volt, kat.
Nagyon fura, mert úgy tudom, hogy fél éven belül, fél hogyha év. Bármilyen minőségi igen. probléma van, akkor automatikusan vagy vissza a pénz, vagy cseret. Tehát nincs ilyen, így van. Ők magyarázkodnak, hogy hogy viseli a gyerek, hát honnan tudja, hogy nem. viseli a gyerek. Ez hülyeség. De furcsa, mert ő elment a békéltetőig, igen. tehát ott már a jog útjaira terelve tulajdonképpen, és mégis. Igen, azért a békéltető azért három napig nem lehet úgy hordani egy cipőt, hogy elváljon az oldala. Hát vagy Katel hallgat valamit, hogy lehet, hogy aszfaltozó a gyerek, és forró aszfaltban tapicskol a 26 ezer forintos cipőjébe, és levált az oldala. Igen. De ezt nem mondta el nekünk Kat, rosszul viselte a gyerek. Igen, aszfaltozik. Máskor legyél őszintén. Házi buliban volt, és úgy húzták haza a másik faluba. Egy zsigulival, úgyhogy rá volt kötve, és víz is ijelt a cipőn. Ez is lehet. Igen. Rosszul viseli. Három nap. És ezt látták a szupraboltosok. Van videó is róla. Ki van a TikTokon? Kat, nem tudjuk, de... Ez még egy ilyen után Amerikában már ráírnák a cipődobozára. Buli után nem lehet autóval hazahúzni. Ezek után ráírnak. Az amcsik rá. Sziasztok, 2000-es évek elején vásároltam az eBay-en egy használt akai szemplert. A masina soha nem érkezett meg, a pénzem 2K, az eladóval együtt felszívódott, a magyar rendőrség egy feljelentésen túl semmit nem tett, és akkor még nem volt PayPal a vásárlói garancia üzeni a sípoló kockakő. Bizony. Jó reggelt, erőszakkal rakadtam ki a bérlőimet a házamból, mert ők sem voltak hajlandó kiköltözni. Utána járkáltam bíróságra, de megérte még a büntetéssel is. Újra megtenném, szívesen elmesélem, börtön is van a sztoriban, Dia. Szép. Tehát az, amiről adáson kívül is beszéltünk, hogy egy ilyen helyzetben is, amikor egy albérlő nem fizet, de ő van a lakásban, akkor a tulajdonos nem tud mit csinálni, ha csak nincs egy közjegyzői okirata. Tehát ott tartunk, hogy igazából... Én nem értem ezt a közjegyzői okiratot, hogy miért ezt teszi ki a különbséget. Tehát az is csak egy pöcsét, meg egy papír. Tehát egyértelmű nyilván, hogy kié a ház, kié nem a ház, miért nem lehet kirakni. Igen, oké, ezt értem, egy jogi személy előtti nyilatkozat, de az, hogy a jelenlegi szabályozás kényszeríti a tulajdonost arra igazából, hogy törvénytelenséget kövessen el, hogy az ő tulajdona felett visszaszerezze igen. igazából a kontrollt, az valami szürreális. Szerinted, ha elengednénk mondjuk egy évre minden törvényt, a mi társadalmunkban. De épp úgy a közlekedési szabályokat, mint az önbíráskodást is most sorolhatnám. És egy év múlva újra visszakapcsolnánk a villanyt. Milyen lenne az ország? Nem tudom, de ezt az időt szeretném egy atombunkerben tölteni. Egyetértek, veled leszek. Jó, de lehet, hogy jó lesz kijönni. Ja. Lehet, hogy Mad Max lesz, mire feljövünk. Kinyitjuk a tetőt, tudod, és ilyen Mad Max autókkal. Egy év törvények nélkül. Mi lenne? Kijönnél, fölkapcsolják a villanyt, és láttad, hogy nagyon sok ember fekszik az utcán. Az nyilván, persze. De biztos, hogy csak a rosszak fekszenek. Nem, az a baj, hogy ez csak a romantikus filmekben van így. Igen. Nem akarnánk mi ezt a világot, szerintem. Lehet, hogy az eredményét akarnánk. Szerintem a gonoszok a helyzeti előnyükkel, szerintem ők lennének ott, amikor kinyitjuk azt az atomajtó tetőt. Az is lehet. Igen, az is lehet. Már vártuk, hogy ki gyere. 19 éve vagyok ingatlan közvetítő, sosem fordult ilyen elő az ügyleteimben. Egy tapasztalt, tisztességes, jó szándékú ingatlanos nagyon sokat tud segíteni, hogy ez ne történjen meg. Szép napot nektek, Jutka. Más is írta, és egyetértek vele. Igen, tehát az ingatlanosok sem feleslegesek. Iszonyatosan sajnáljuk a pénzt, amit elvisznek százalékban, szerintem meg se érdemlik. Hát tényleg nem érdemlik meg. Tisztességesek sem. Mit csinál egy ingatlanos? Beül az autójába, elmegy valahova, találkozik veled, de lóbálja a kulcsot, kinyitja, és azt mondja, itt a nappali, ott az erkély. Nagyjából ennyi, ezért kap egy 100 milliós ingatlannak a nem tudom hány százalékát, ez nem meló. De amit hozzátettél, igen, azt a biztonságot, azt viszont megadja. Azt a biztonságot igen. Abszolút megadja. Azért adok neki fizetést, de nehogy már a ház értékének a százalékát vigye haza. Alkudozzál vele. De hát nem lehet. Próbáltam, mert én is amikor... Persze, próbáltad. De amikor én adtam el az ingatlanjaimat, állandóan az volt, hogy hozott ugye vásárlójelöltet, és képzeljétek el, mindig én mutattam be a lakást, az ingatlanos megállt. És akkor a végén úgy éreztem, hogy... Aha, maga mit csinál? Igen, tehát hogy akár igazából én értékesítettem a saját lakásomat. Igen, ő csak egy ügynökség, egy hirdető felület volt. Igen. Hát akkor nem volt jó az ingatlanos. Mert jó ingatlanos, frankó képeket hát csinál, amilyet te nem tudsz, olyan felületeken hirdet, amilyen te nem tudsz. Tudod, és akkor ő intézi az egészet, menedzseli. Van egy darab adásvételi Word-ben egy sablon. De miért nem lehet ezért egy fix fizetést adni, hogy jó, akkor ezért a melóért kapsz 350 ezer forintot, mert többet nem ér az a 4 fotó a telefonjával. Tehát, hogy ennyi, de hogy az ingatlanom eladási árának egy százalékát ő viszi zacskóban, normális? Nem is kevés. Komolyan. Az is egy bűnbanda. De azért örülünk nekik, de egy bűnbanda. Igen, mert kikerülhetetlenek, hát ezért bűnbanda. Mert valóban, ha jól akarsz üzletet kötni,
Tehát, hogy azt akarod, hogy ne más raboljon ki, hanem csak ők, akkor menj hozzájuk. Igen. Na, ez mindez csak válaszként arra, hogy te tapasztalt és tisztességes itt a vagy, jó? Nem, én azt elhiszem Jutkának, csak ez a százalékos, és teszem hozzá, Magyarországon még egész jó. Külföldön olyan ingatlanos százalékok, árak vannak meghatározva, hogy csak lesel. Ja. Jó ingatlanos Jutka, egy bűnbandához tartozik, ez jó, hogy tudja. És még csak kedv van. Aztán, hát tele van rejtett hibákkal, amit vásároltak, mai napig folyik a ház rendbetétele, lakhatatlan az ingatlan. A csatornarendszer totálkáros, a víz kimosta az alapzatot, a volt uranos nem hajlandó semmilyen formában kommunikálni velünk, benne van az egész életünk, pénze, munkája, minden, Csaba. Uh-huh. Tehát akkor nem csak ingatlanos vagy ügyvédet kell magaddal vinni, hanem egy, nem tudom, statikus is szoktak? Hogyne. Én a Gyulát vittem. Na hát, igen. De áll még a ház. Szerencsés igen. vagy. Igen. Jó reggelt, kifizettem 500 ezer foglalót egy autóra, amiről kiderült, hogy nem a tulajdonos árulta. Lopott volt minden dokumentum. Bianca. Akkor, sziasztok, én autót vettem kicsit messzebbről, és a tulaj nem hajlandó elküldeni a felhatalmazást, és nem tudom átiratni az autót, a rendőrök sem tudnak segíteni, már azt csináltam, hogy felmentem az autópályára, hogy menjen neki a büntetés. Üdv Szlovákiából. Ez nagyon jó. Csak egy szót mondok, Marcsika. Ez a... milyen Marcsi? Tudod, a... Broker Marcsi. 7 milliót veszítettem el az akkori összes megtakarításomat. Tudom, hogy az én hibám, de nagyon meggyőző volt a vén boszorkány. Ügyvéd leellenőrizte, megmutatta az OBA igazolását, amiről mondjuk fogalmam sem volt, hogy kellett volna igazából kinéznie. Azon viccelődtem, hogy ilyet én is összeraktam volna egy Word-del. Kiderült, hogy ő is. Azt a rohadt. Mr. Mojo, ú, de sajnállak, úristen. Ja, nem tudom, miket érezhettetek, amikor hazahozták Marcsikát. Gondolom, hogy a pénzethez ez soha nem jutsz már. Az a 7 millió már nem segít, igen. Azt a minden ide sajnálom az ilyeneket. Kinek szól a telefonja? Ennyi, bocsánat. Nincs bocsánat. Ez az, tanulod tőlem a terminátorságot. Igen. Tetszik, Anett? Igen, Anett az a típus, aki a rabok közül egyből átáll a börtönőrökhöz. Anett a legjobban alkalmazkodó élőlény ebben a kis kísérleti laboratóriumban. A legnagyobb túlélő, ahogy akartad mondani. Ja. Na jó, Hungary masinozunk. Így van, dalszöveg már készen van, meg kell mondanatok, hogy ki az, vagy mi a dal. Null. A Hungary Machine. Na, Gyuri, hova raktad a hallgatót? Feketére. Itt vagyok. Hello, Andi! Szép jó reggelt, csodálatos reggelt nektek! Csodálatos reggelt, Andi! Egyébként az előző percekben megsértettem néhány ingatlanost. Ne! Szerencsére én nem vagyok ingatlanos. Nem, persze, szerencsére legtöbbünk nem az. Gyere velem egy hétig, és meglátod, mi a munkám, Jutka. Jutka, lehet, hogy elmegyek veled egy hétig. Várjál, más is, hogy megérne egy külön műsor részletet az ingatlanosok hozzá, és hozzá nem értése, plusz a stiklieik kitárgyalása. Péter, aki 2004 óta van az ingatlan piacon. Aha. Ez érdekes, és igen, valóban nem kéne általánosítani, és én most nem is a módszereiket mondtam, hanem egyszerűen a jutalékot nem értem. Valaki azt mondja, hogy azért sok ingatlant végig jár egy ingatlanos, mielőtt eladja valamelyiket, sok értelmes érdeklődőt végighallgatni, stb. Azért melós, Tamás. Tamás, de nem milliókért. Tehát, hogy hallgass végig engem, meg csináld, meg nézd, nem tudom, 350 ezer forintért. De amikor csupán annak az egy lakásnak a adásvételével kapsz, nem tudom, másfél millió forintot, azért az durva. Oké, csak nézd azt az oldalát is, igen, amit szerintem itt a Tamás akart érzékeltetni, hogy hány embert kell odavinni, mennyi időbe telik neked azt eladni. Igen, minden munka. Azt. Igen, oké, csak hány embert kell elvinni taxival, hogy aztán a megélhetésed biztosítva legyen. Hány reggel kell ide bejönnöm azért a pénzért? Oké, csak nem jön neki a matek. Minden reggel itt vagyok, Gyuri. Szuper, nagyon magabiztosságot ad nekem is. Tudod, honnan jövök? Tudom. És tudod, mennyit beszélek? És tudod, mennyi hülyeséget kell meghallgatni? Ezt évek óta figyelem, ezt a folyamatot, megvan. Na, minden. De okay. Lehet, hogy az ingatlanosnál nem jön neki, hogyha csak egy 350 ezeret kapna, ezért a melóért, tudod, mert egyébként miért nem jön neki? Ha mindenkitől annyi... 350 ezeret kap, kijön. Jó, kell eladni. De nem, tehát, hogy érted, mire gondolok, hogy annyi idő eladni egy ingatlant, és annyi meló van benne, hogy nem érné meg? Egy jó ingatlan magát adja el, Gyuri. Oké. Okay. Ez a baj, hogy szaringatlant adnak el jónak. Ez a baj, hogy szaringatlanokat akarnak eladni a francba. Nézd, akkor miért van az, hogy én, amikor megláttam egy ingatlant, akkor miért van ez, hogy sose értettem egyet az árával?
Végre egy közös pont a vitánkban, tesó. Hát ez nem az én hibám. Nem, ez az, az eladó hibája. Meg abszolút. Az ingatlanosé. Igen. Ők együtt találták ki. Együtt találták ki az árat. És akkor akartál alkudni, biztos azt mondta az ingatlanos, hogy nem tudunk lejjebb menni, sajnos nem, ugye? Ezt is mondta. Olyan is volt. Na, ugye. De volt olyan is, hogy lejjebb ment. Akkor én is utálom őket. Most kinek vagy az ingatlanosat tettem fel? És mit mondott? Az eladói. Nem, baj, bocs, Andi, ne haragudj. Itt vagyunk. Semmi gond. Szívesen hallgatlak benneteket. Gyurival mindig összeveszek, az a baj, és elfelejtjük, hogy rádióban vagyunk. Na. Mehet a dal? Mehet. Tessék. Vágyom arra, hogy a karjaidban halljak meg, angyalom, Gábriel. Mm. Soha ne ébredj fel nélküled, öle így örökre. Hát, meg ez is vagyunk. Is feladat. Igen, vagy az előadó, vagy a dal címe. Andi. Jó, csak egy kérdést engedjetek meg. A hölgyeménynek hármas ikrei vannak? Hármas. Szuper, akkor a Ruzsa Magdi Gábriel. Így van. Vágyom. Imádom Magdit. Nem tudok mit csinálni, de a hangja csodálatos úgy megéri mindig. Csodálatos hangja van. Hihetetlen. És mész a koncertjére? Hát minden évben tervezek elmenni a koncertjére, és nem tudom, miért hiúsul meg. Én remélem, hogy idén nem hiúsul meg, és elmegyek. Igen. Jó. Andi, drágám. Bocsi, Zacsi. Téli sapkával, meg bögrével ez az ajándékod. Szuper, szuper, nagyon várom, és azt is, hogy hívjatok. Hívunk majd mindenképpen. Köszönjük szépen, szép napot neked, Andi. Csodás napot. Szia. Aranyos volt, Andi. Igen. Andit szerettem. Jó, jövünk vissza, gyerekek. Most már egy pár hete megy a Kincsvadászok a TV2, amely műsor, az a baj, hogy nekem picit későn kezdődik. Én korábbra szeretném. A németeknél egy ilyen főműsor előtti időszakban van, délután. Aha, hát ők korábban fekszenek. Nem, hát más történik ott a tévében, vagy korábban fekszenek. Nálunk 3-10 körül, ami nekem már bombizásos idő. Bumbizok, igen. Igen. Na jó, de azért megnéztem egy pár részt, hogy megnézzem. Nem csak az, hogy a németekhez képest milyen, hanem milyen ez a műsor, úgyhogy Fejes Tomi barátom szerepel benne. Tehát a lényeg az, hogy hétköznapi emberek hétköznapi régebbi tárgyakat elvisznek felbecsültetni. Azokat olykor van egy történet mögötte, és ezek a műbecsüs, meg műláb, nem mű. Műláb. Van az a műláb. Meg a műlesikló, meg a műugró. Tehát ők, akik mű, ezek ugye értenek valamelyest hozzá, és ott ül Tomi, aki nyilván nem egy ilyen antik becsüs, meg valószínűleg egy petrollan lámpát is csak a kóbor szájából hallott, de nem tartott még kézben. Semmi mű nincs benne. És Fejes Tomi is ott van közöttük. És ő is egyébként saját pénzből licitál olykor tárgyakra, és most azt beszéljük meg vele, mert most már egy pár furcsa tárgyat vett, mint például egy darab briketet a Titanicról. Azt mondják, hogy 400 ezerért. Hogy mi alapján gondolja úgy, hogy neki az a tárgy kell? Miért licitál, miért pont annyit? Uh-huh. Mit csinált a frakkal? Valószínűleg frakban fűt. Nem fura neki, hogy olyanokra licitál, amire a többiek nem. Igen, az is egy érdekes kérdés. Hívjuk Fejes Tamást, a tankcsapda dobosát, és a Kincsvadászok egyik szereplőjét a hírek után. 8 óra 14 perc van, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt kedves hallgató, kedves László, jó reggelt kívánok! Hello Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, ingatlanosok, megszólaltak kedveseim, a jutalékom nagy részét elviszi a járulék, amióta a kata megszűnt, üdvözlettel egy ingatlanos. Mindenkinek megvan a maga adózási problémája, tehát ez... Igen, csak még egy gondolatra egyébként ezzel kapcsolatban. Most képzeld el, hogyha fixért dolgoznak, tegyük fel, el akarod adni az ingatlanodat. Abból 350 ezer forint jutalékja lesz, függetlenül attól, hogy mennyiért adja el a te ingatlanodat. Persze. Onnantól már nem lesz abban érdekelt, hogy a te ingatlanodat minél jobb áron adja el, hanem akkor... abban lesz érdekelt, hogy minél könnyebben adja el. Tehát le fogja vinni az áradat. Az neked se jó. Ez erkölcstelen.
Ugye? Erkölcstelen. Erkölcstelen, de sajnos ez így működik. Akkor is erkölcstelen. Adja neki 360-at. Bocsi, maximálisan igazad van az ingatlanosokkal kapcsolatban. Ne haragudj, Gyuri, de még nagyon sokat kell tanulnod. Szeretlek, showman, imádás van Timi Pécsről. Jó, Timi, az előbb elmondottak előtt írtad ezt az SMS-t, úgyhogy megbocsátom. Gyerekek, nem az ingatlanos pénze, csak egy töredéke irodát fenntartani, hirdetés fizetni, üzemanyag, idő, pénz, energia, ez sokkal összetettebb. Üdv, Gabi. Gabi, mint ahogy mindannyian élünk. Tehát, hogy nagyjából ezt írtad le. Oké, ennyit erről, gyerekek. Nagyon nagy sikerrel fut, és ennek kimondottan örülök. A Kincsvadászok című műsor a TV2-n nagyjából kb. 2 hete, vagy 3, nem tudom. És már ugye az indulás előtt beszéltünk Tillával, erről Tilla ennek a műsorvezetője, a házigazdája. Ez egyébként egy német formátum, a Bares für Ares, vagy az angol címe Cash or Trash, ez lett át magyarítva Kincsvadászokra, és gyakorlatilag műtárgy kereskedő show ez, ha lehet így fogalmazni, egész Európát meghódította. Ebben a műsorban hozzáértő kereskedők között ott ül a mi barátunk Fejes Tamás, ő a tankcsapda dobosa, és egyébként tényleg ilyen hétköznapi emberek hétköznapi tárgyaira licitálnak, majd megbeszéljük, hogy milyenekre. És nyilván egyértelmű, hogy a műtárgy szakértő, a művészet történész, a műkereskedő, vagy éppen a műtárgy becsüs csapata nyilván tudja, hogy mi mennyit ér, vagy nagyjából tudja. Tehát nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként Fejes Tomi vásárlásaira. Egyébként egy pár tárgyat ő már megvett, teszem hozzá, ezt saját pénzből teszik, és jellemzően olyanokat vett ő, amitől a többi licitáló távol tartotta magát. Tehát például múltkor volt egy szép szerzemény, a sajtó is nagyon rácsodálkozott, egy doboz, ebben volt egy kanál, egy síp, néhány pénzérme, és egy 1912-es 2,9 grammos széndarab. Állítólag a Titanicról. 400 ezeret fizetett Fejes. Oké. Okay. Aztán jó, vettünk még mást is, 50 ezerért egy 120 éves frakkot, nem is jó rá. Aztán ővé lett egy herendi porcelánlámpa, 50 ezerért ezt anyukájának vette, ez oké. Okay. Aztán egy régi tangó harmonikát 21 ezerért, ez talán még mint hangszer ismerő és kereskedő, ez talán oké. Okay. És aztán 10 ezerért vett egy táblát, amire rá van írva az, hogy tánc közben lekérés nincs. Ha ez eredeti, akkor ez tök jó. Igen, hát ez teljesen összeárt, tehát egy szűk frakban mondjuk nem könnyű játszani a tangó harmonikán, de a tábla az hasznos, hogy nincs lekérés. Igen. Kerek. Na, várjál, szeretett volna még venni kedileket, gyémánygyűrűt, de az már nem vette meg. Na, gyerekek, engem nagyon érdekel, hogy milyen ilyen mű emberek között ülni, úgy, hogy ők nyilván a tárgyak többségének sejtik az árát, és nagyon kíváncsiak, hogy milyen érzelmi döntés alapján dönt, vagy licitál ő. Itt van velünk a tankcsapda dobosa és a Kincsvadászok egyik szereplője, Fejes Tomi. Szia, Tomi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szia! Na, figyú, nem tudom most hol tart ez a széndarab dolog, de hogyha mondjuk kiderül, hogy ez hamis, akkor együtt bedobhatjuk a kandallomba? Nem tudom, hogy mit mondhatok el, meg mit nem árul. Na, szóval a műsorral kapcsolatban miket árulhatok el, nem tudom, hogy miket mondhatok. Hát kérdezz engem, és én elmondom, miket. Jó. Szóval az a lényeg, hogy azért annyira ismersz, hogy nem szoktam rosszul járni. Ja, igen, ezt az életfilozófiádat nagyjából ismerem, igen. Igen, és amit a műsorban megvásároltam, darabokat, annak jó része már nincs a tulajdonomba, és hát mivel nem szívesen szoktam bukni, mondhatom azt, hogy elég jól szálltam ki ezekből a dolgokból. Wow. És hát ennyi. Tehát nem tudok, a Titanic-kal kapcsolatban még nem nyilatkozom, de amit mi tudunk, meg az újságok írtak, igen, mondjad, hogy a szén az lehet, hogy eredeti, az egy gondolom, egy briket, az a fütötték a zenekari vizét. Nem, a szén volt eredetileg olyan eredeti szertifikéttel ellátva, ami igazolja a hitelességét. A többinek a hitelessége nem volt 100%-osan bizonyítva, volt mellette egy felbecsült érték, amit külföldi aukciós házra volt kiállítva, annak a papírja mellékelve volt, 5 millióra értékelték a
az egész doboznak a tartalmát, amit ugye Balázs megkérdőjelezett, mert neki azt mondta, hogy ez a dokumentum ehhez kevés. Aha. Ebben a pillanatban engedték be hozzánk. Én meg, ugye mivel ez egy tévéshow, és tudtam, hogy fel fogsz majd hívni, ezért megvettem. Jó. Tehát az én nyomásomra, a Tilla egyébként nem nyomott téged, hogy fiú, Tomikám, már itt ülsz a negyedik műsorban, semmit nem vettél. Tillával nem is találkoztam alapjában véve, ugye két forgatás között, vagy kameraleállás között találkoztam. Csak, hát folyamatosan csak a hülyeségről beszéltünk a műsorról, nem? Tehát, hogy az volt a bemondás, hogy jó lesz ez, vagy valami majd lesz, vagy valami ilyesmi az adásról, ennyi volt. Ennyi volt a szakértői instrukciója. Igen, körülbelül. Igen, azt tudtam, hogy nehezített pályára kerülök, hiszen ahogy te is mondtad, egy régebbi adásodban, hogy semmihez nem értek. Ez most kiragadhat a kontextusból, ez nem fair, ez nekem fáj már. Jó, igen, szóval magyarul persze, hogy szakérték között vagyok, és egyébként megmondom, az amennyire nehezített pályára, akkor a megtiszteltetés is, mert miért pont engem akarnak oda beültetni egy ilyen szakértő gárdához? Hát természetesen rájöttem azért, mert kell egy hülye is, aki elviszi a balhét. Ez hanyadik műsornál jött ére. már rögtön az elején, de egyébként meg tényleg nagyon jól éreztem, és nagyon jó fejek voltak a szakértők. Meg én azt gondolom, hogyha valaki ezt tényleg nyomon követi ezt az adást, akkor az azért láthatja, hogyha licitálás közben kiszállok, ha egyáltalán valamire licitálok, akkor mindig határon szállok ki. Tehát én tök büszke vagyok magamra, hogy a Balázs vagy az Annának az értékelési határáig szoktam 90%-ba menni. Hogy például van olyan, ugye, hogy a Balázs vagy az Anna felértékel egy tárgyat, és a szakértők mennek el a háromszorosáig, vagy a kereskedők mennek el a háromszorosáig. Én 80-90%-ba ott a határkörnyékén szoktam kiszállni, vagy vásárolni, vagy egyébként, ha most tényleg valaki rendszeresen nézi, azt is láthatja, hogy rendszeresen értékhatár alatt vásárolok. Úgyhogy én, és egyébként az eszem, ez az egész műsor menetre igaz. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez az egész adásból mind anyagilag, mind erkölcsileg, meg minden szempontból tök jól csináltam, meg jól jövök ki. Nincsenek ilyen óriási mellényúlásaim. Hát a bocs, de azért a frakra rá kell, hogy kérdezzek. Azt nekem vetted? Nem, de pont a frak az egy nagyon jó kérdés, mert vannak ilyen tárgyak, és lesznek is például olyan tárgyak, porcelánok is, ami egyáltalán nem köthető hozzám, és már csak a műsor kedvéért is, mert annyira totálisan nem hozzám illeszthető, megvettem. Természetesen ezeket az dolgokat utána értékesítettem, de az ottani licitálás kedvéért, vagy az ottani... De most ezért van a tankcsapdának szünete, mert te most ezekkel jársz ilyen ócska piacokra, meg... Szemét vagy. Szóval az is szemét, aki röhög rajta, csak szóval. Laci, ne arra. Tényleg lovász, meg háder úr, igen. Na. Igen. Szóval magyarul nem, hát mi nagyon egyszerű a történet, volt egy csomó olyan cucc, amit megvettem, és abban a pillanatban odatoltam a kereskedő kollégáknak, hogy akkor ennyit kérek érte, és majd elszámolom. Tehát ott már házon belül backstage eladtad nekik a... Hát igen, de egyébként ez óriási profi. Igen, de ráadásul az benne a durva, hogy ez fordítva is volt. Tehát volt, amikor például rám licitált X kereskedő egy cuccal, és utána a végén, odaadom neked, azt akkor alapjába véve vannak olyan cuccok, és ráadásul vagy elég emblematikus cuccokról van szó, mire fognak a nézők emlékezni, hogy a végén hozzám került, miközben az adásban nem is én vásároltam. Figyelj, igen, most hadd érjek föl, mert ez most tényleg érdekel, hogy amikor ott ülsz, mi? Amúgy is érdekel minden, amit mondok, de tehát, hogy amikor ott ülsz, amikor ott, lovász létszín ez a vagy bele,
Nem tudtam, hogy két barát beszélget, nem tudod tényleg visszafogni magad? Csinálok egy kávét. A lovász meg üdvözölj a Molnár Viktor, melyik meg ők haverok, a másik kereskedő barátom. Bizony, én is ők. Így van. Na. Ja. Jó, bulizál te Molnár Viktorral. Viktorral nagyon lehet. Én a fejesre szoktam. Na jó, figyelj, hogy mi alapján állapítod meg, vagy mi alapján vásárolsz egyáltalán? Tehát bejön egy olyan cucc, ugye, amiről neked még azelőtt fogalmat sem volt, akkor látod először, elhelyezik pár mondatban, esetleg egy korban, esetleg egy történet van, mitől nyílik meg a te lelked, meg bukszád, és mitől nem? Ezt úgy végig tudod-e magadon? Csak engem mindig az érzelmeim vezérelnek egyébként, ezt nagyon jól tudod, hogy egyéb vállalkozásaimban is nálam mindig szerelem projekt van, beleesek valamibe, és akkor azt padlógázzal tolom. Itt is az van, vagy a tárgyba esek bele, vagy maga a szituációba esek bele, vagy magába, abban a légkörbe, ugye, hogy az adás elég rövidre van vágva, tehát ugye alapjában véve egy tárgyal, mi körülbelül 20 percet töltöttünk el. Uh-huh. Nagyon jó pofa viccek, meg nagyon jó pofa szituációk vannak, és például Frak is, ugye az annyira nem jött le, de ott alapjában véve a srácsal elkezd, amennyire szkeptikus voltam, nagy, biztos nem veszem meg, alapjában véve elindult egy jó fajta beszélgetés, viccelődtünk, azt mondtam, hogy tudod, mit megveszem. Igen, gyakorlatilag. Az de azért az lejött, hogy te igazából a srácnak a fellépését, a furcsa megjelenését, azt a párbeszédet, azt a sztorit honoráltad, azzal, hogy megvetted a frakját. Igen. Így van. Tehát, hogy magyarul csak az érzelmeim vezérelnek, de természetesen én is izgulok belül, hogy óriási nagy baromságot nem szeretnék csinálni, meg hülyét csinálni országvilág előtt úgy, hogy ez nem az én szakterületem. Tehát vannak egyébként olyan dolgok, amiben elég otthon vagyok, vagy azt gondolom, hogy képbe vagyok, de természetesen más, amikor mondjuk magamnak vásárolok egy oldtimert, vagy egy motort, mert te is tudod nagyon jó, hogy ilyenkor végletekig utána nézek a dolgoknak, hiszen ezért vannak a szakértők. Tehát az, hogy megyek a piacon, zsebre dugott kézzel, és van nálam 5 millió, és tudjom, itt 3 millió, 2, azt így szórom a pénzt, mint bolond a lisztet, ilyen nincs. Ez egy adás. Tehát ez egy adás. Amúgy meg, hogyha bármi olyan festmény, vagy bármi olyan dolog érdekel, akár ékszer, vagy amiben látok fantáziát, annak 80-90%-ban azonnal utána tudok nézni, hiszen van rokonságomban elég komoly műtárgykereskedő, aki nagyon komoly lexikális tudással rendelkezik, és kikérem a véleményét. Alkudni meg elég jól tudok. Az igaz. Ott voltam egyszer egy motorvásárlásnál. Igen, már ugyanúgy volt, mint a társaim, már Bocskor mondta, hogy odaadom én azt a pénzt. Én ezt mondtam, már. Úgy szégyeltem már magam, hogy 50 euró múlt az egész. De kínos volt. Kemény. De Tomi, azért valamennyire a többiek orientálnak téged, nem? Amikor bekerül elétek egy tárgy, és látod, hogy ki az, aki ráindul, akkor azért nagyjából te is sejted, hogy itt most tényleg lehet érték, vagy nem tudom, de maradsz az érzelmeknél. Sőt, néha fel is idegesítenek, mert hülyén nézek rájuk, hogy miért licitál rá, amikor én akarom megvenni. Vannak ilyenek is. Egyébként hozzáteszem, volt tapintható feszültség is néha a kereskedők között, mert egyszerűen tényleg átment ez a Dafke gyerekesbe, hogy azért is ennyi. Mondjuk hozzáteszem, ettől jó az adás. De egyébként a németeknél adás, is értem. Olykor azért licitál az egyik, hogy a másiknak feltolja az árat. Tehát gyakorlatilag szemétségből. Igen, így van, meg azt, hogy tudod, az előző tárgynál kicsesztél velem, vagy nem voltál korrekt velem, akkor tudod mit, akkor én is oda teszek egyet. Tehát, hogy van ilyen benne, ráadásul utána egy backstage-be vagyunk, egy öltözőbe, de egyébként nagyon jó a viszony, csak azért vannak ilyen szakmai különbségek. Én nekem ilyen szempontból teljesen jó, hogy kívülálló vagyok, mert én fel tudom tenni a kezemet, hogy hát, bocsi, én nem értek hozzá, hát én ki tudok ebből bújni. Ők nekik ilyen szempontból nehezebb dolguk van, de én azt gondolom, tényleg mindenféleképpen azt húznám alá, és azt hangsúlyozom, hogy ha tényleg valaki nézi ezt a dolgot, akkor látja, hogy elég jó érzékkel tudom nagyjából behatárolni, hogy mihol, meddig ér. De vannak olyan tárgyak is, amit azt se tudtam, hogy mi az. Tehát oda hozzák, letették elém, és akkor
meg adod az első kérdés, hogy mi ez. Na most erre hogy licitálsz? Briket a Titanicról. Igen. Mert egyébként meg tényleg hozzáteszem a mondjuk azt felismertem, köszönöm, de hogy egyébként tényleg azok a kereskedő társak, illetve akik dolgoznak ebbe az adásba, iszonyatos lexikális tudással rendelkeznek. Iszonyatossal. Tehát, hogy mindegyiknek olyan történelemkönyv van, meg katalógus a fejébe, hogy néha csak pislogok. Tehát, hogy nekem ez alapjába véve tényleg büszkeséggel tölt el, hogy ilyen szempontból ott ülhetek velük, és egyenrangú partnerként kezelnek. Mondjuk a tilasztok jó kezelt, azt is felhívtam utána, hogy ilyeneket mondasz, hogy te azt mondtad, hogy nem értek semmihez, a Tilla sajtótájékoztatón meg rátromfolt, hogy hát a fejes az nem műkereskedő, de van pénz, meg tud venni mindent. Ez is nagyon jó. Hát igen, mert jól csinál. Egyébként anyukádnak mennyire adtad el a lámpát végül? De szemét volt. Jó van, elbúcsúzunk, jó? Egyébként hozzáteszem, pont a lámpánál találtál rá, hogy édesanyámhoz nem jutott el az a lámpa. Amikor az első adás megjelent, akkor a gyermekem küldött egy SMS-t, hogy ez a lámpa hol van. És igazán úgy vettem meg, és csúnya dolog, de bevallom, hogy nem jutott el anyukámhoz. Mert ahogy kijöttem a műsorból, jött rá azonnal egy vevő, és jót ajánlott érte, úgyhogy... Ezt nem hiszem el. Akkor átjapítottam, basszus. Igen, az éppen nem jutott el anyukámhoz, de van, ami eljutott hozzá, úgyhogy... Jó, de hogyha valakinek van egy herendi lámpája, én hadd vegyem meg a fejes anyukájának, tényleg. Ajánljátok fel, küldjetek fotót, megveszem az anyukádnak, jó? Jó, köszönöm. Inkább 100 Endre, mert abból több. 100 Endre, az jó van. Most már tegyük le tényleg. Megmondja, hogy mit vegyél. 100 Endre. Oké, jó van. Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Nagyon jó a műsor. Én is köszönöm. Köszi szépen. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Szia. Szia, Fejes Tamás. A Tamcsapda dobosa és a Kincsvadász egyik licitálója. Hihetetlen figura, tényleg. Azt mondja, hogy az érzelmei alapján dönt. És persze. És hogy mindent jól adott el, azt mondja. Óriási. Ő ilyen. Nagyon nagy. Igen. Na jó, gyerekek, kérdezünk a hallgatóinktól valamit. Például egy olyan vásárlásodról mesélj nekünk, mikor ciki vagy nem, de jól megvezettek. Ez lehet egy széndarab. Ez lehet bármi. Ez lehet ruha. Parfüm, akár amiből cipő, van hamis. Akár bármi hamis, uh-huh. Így van, cipő, parfüm, ruha, bármi, ami hamis, vagy bármilyen más módon nagyon megvezettek. Jó üzletnek tűnt, és aztán ott volt a hamis a kezedben. Hogy sikerült? Hol volt? Miért hittél benne? Hogy jöttél rá? Igen. Hogy hamis, és az a pillanat, amikor rájössz. Igen. 0-20-22-22-122. Kérek, annyi, de annyi átverő sztorink van, hamis dolgok. Fú, én nem is hittem oda, hogy ennyi. Ebből is fogunk tanulni. Nézzük, Jimmy Choo parfümöt vettem 18 évesen parkolóban 2000-ért. Oh. Csitri voltam, azóta van igazi. Honnan vettem észre, hogy nem igazi? Szinte semmi illata nem volt. Emlékszel Jimmy Choo-ra? Persze, mi fotózkodtunk vele. Meg egy előbb is volt jelen az illaton kívül az, hogy parkolóban vetted. Tehát, hát igen, szóval ez... Nagyjából minden elem, hogy mennyiért, hogy hol, és kitől, és hogyan. Igen. Általános iskolás voltam, amikor kijöttek az új pénzérmék, nagyon tetszett az új egyforintos, ami kellett nekem. 40 forintért adta el az osztálytársam. Jó. Ritkán vernek át, de a telesopos fánk készítő szetnek bedőltem. 20 éve 8000-ért vettem egy tepsit, soha többet, Évi. Ó, olyan jó dolgok vannak pedig. Igen, meg újra és újra látod azt a reklámot, és egy idő után rájössz arra, hogy ez neked kell. Igen. Mindig ilyenek. Nagyon vonzó, mert olyan problémákra kínál egyébként a telesop a termékeivel problémát, amit a boltok polcain nem lát. Igen, tényleg így van. Mert ők rájönnek a sarkokba. A gaz égető, vagy a égető. A gaz égető az még mindig, és hát, nem vettem meg. Pedig vágytál rá. Valaki mondta, hogy nagyon jó, valaki mondta, hogy nagyon rossz. Aha. És nem mertem megvenni. Bocsi, engem kétszer vertek át, egyszer ópium parfümöt vettem az Oktogonnál. Az eszemet tudtam, hogy átverés, de annyira el akartam hinni, hogy nem, és így viszonylag jó áron sikerült szappanlevet vennem. Amikor ez kiderült, furcsa, de igazából nem csalódtam, mert valahol ezt végig tudtam. A másik eset egy egyszerű gagyizó volt, részgyűrű kop, 2000 forint hopp.
Hát már önmagában a 2000 forint is gyanús lehetett volna, de ezt is valahogy úgy lazán elengedtem. Mondtam utána, lehet kellett neki a pénz üzeni, doki. Hát 2000 forintért aranygyűrűt venni, mi a logika ebben? Szerintem ő az élményt váltotta itt meg. Tehát ő igen, nem egyébként is érezte magát becsapva, csak egyszerűen jól szórakozott. Nekem ez volt az egyszer érdés. Akarok az oktogonon vásárolni. És összejött. Sziasztok, Gibson gitárt vettem a piacon 150 ezerért. Gyári szám, évjárat 1967, szín, minden stimmelt. Kínai gagyi volt, két naponta frissült a készlet. Robi a rajongó. Két naponta megjött az új 1967-es Gibson gyári számmal. Azt a mindenit. Milyen piacon egyébként, Robi, ha leírnád? Hát ez hol lehet Gibson gitárt venni? Piacon. Hát... Az is lehet, hogy egy ilyen sima ócska piac, és ott volt egy gitártokban. Lehet, aztán még volt a konténerben 80 belőle. Persze, persze. Sziasztok, épp tegnap történt a nagy átverés velem, rendeltem egy mobilt 17.500-ért. És kaptam egy gagyi gyerekjáték laptopot, ami két dalt játszik, meg villog. Kb. 500-at ér. Bocsánat. De ott húztam fel magam, hogy elem sem volt benne. Persze a weboldal is e-mail cím már nem elérhető, fecó. Nem volt benne elem. De azért 17.500-ért megkapsz egy ilyen gyerek számítógépet, tehát azért már kíváncsi vagy, hogy minden. Te csak veszek hozzá két elemet, megnézem, mit melyik tud. Az a két dal, amit játszik? Két dal. Two melodies. Sziasztok, nem velem, anyukámmal történt, hogy kivonuláskor megvette egy orosz kiskatonától egy vadonatúj pár aranygyűrűt. Bevitte a zaciba, ahonnan röhögve vágták ki, mert rész volt. Anci meg bedőlt. Haláláig a fiókjában volt, hogy emlékezetessé tegye, ne legyen terhetetlen. Ma is jók vagytok, Robi a húsgép. Na. Hát igen, és az orosz katona kivonul, nekem még szinte hihető is lehet. Tudod, ezek azért csórók voltak ám. Valószínűleg más vagyontárgya nem volt, csak egy aranygyűrű, lehet, hogy a hosszú-hosszú külszolgálat közben a menyasszonya elhagyta. Tehát, hogy szerintem minden oké, hogy egy orosz katonától vegyél egy aranygyűrűt, nem? Mi hitelesíti az egész szitu. Igen. És a kevesebb is megéri neki, mert ők nem járhattak ki nagyon a városba, meg pénz, meg nem tudom mit, tehát sietnek, meg ki kell vonulni. Legtutibb fogás, igazából. Oroszországban már nem tudja eladni az aranyat. Hát egyébként valószínűleg, igen, ez is egy jó kérdés. Hát ugye emlékezzünk Som Lajos aranyügyére, hogy ő a Szovjetunióból hozott aranyat, magyarán ott nagyon olcsó volt az arany, a magyar árakhoz képest. Ha. Igen. Én egyszer parfümöt vettem, csodaszép lányoktól, tényleg nagyon jó illatú volt, régóta kerestem azt a fajtát, lealkuttam 15 ezer forintra. Bontatlan csomagolásban, fóliázva. Otthon kibontottam, mondom, este úgyis randi, kiderült simán, csak víz volt benne. Ó, de akkor ez nagyon profin fel volt építve. Ezzel megértem, hogy bedőltél. Szép lányok, szép csomagolás. Igen. Sziasztok, egyszer átcsesztek egy Opel Asconával, ami két darabból volt összehegesztve. Az eladó azt mondta, anyukám kicsit megkarcolta az elejét, ezért lett újra fényezve. Szerencsére jól meg volt csinálva, így nem volt baleset veszélyes. A nagy kozár üzeni ezt. Anyukám kicsit megkarcolt, ezért egy másikat hozzáhegesztették el az autóhoz. Király. Tünde vagyok, pár napja rendeltem a netről egy ruhát és három blúzt 16 ezer forintért. Utólag kellett fizetni, ingyen szállításon hozta a postás, és a csomagban egy ócska szakadt büdös Jackie volt. Írtam az e-mail címükre, de válaszra sem méltattak. Hát miért méltatnának választ, amikor küldtek neked egy büdös Jackie-t? Miért leveleznéd? Nek még veled hosszan erről. Amit szerettek volna, azt elküldték neked. És mit mondtak volna? Szerintük nem büdös. Elolvasták az e-mailt, ezt mondták, pont ezt küldtük. Pont akkor király. Igen, minden oké. Okay. Hangcsapdázunk, gyerekek. Jaj, milyen hangunk van ma. Mutatom. Leszek a pörföld, nem hogy veszte, de nem de onnan elindult az én az én egy napig, és nem te feltétlenül is hol vagyok be, hogy ahhoz képest is sév, azért vagyok most, mondom, az vagyok, de... Hát, nekem most nagy segítség, hogy látom a nevet. Nekem is segítség nyilván, de nagyon-nagyon egyértelmű. Igen? Jó, hát akkor hallgatóknak is az lesz. Hívjatok 0620 22 22 122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 4 perc múlva, csomó gyönyörű átverésünk van még. Muszáj. Jöjjön. Muszáj ezeket megosztanom veletek. Megvezettek bennünket, vagy nem? A párommal két nap próbálkozás után sem tudtunk helyet foglalni az idei Coldplay koncertre Budapestre. Sehogy nem sikerült levadászni két helyet, sem a hivatalos oldalukon, sem az országos jegyárusítóknál. Aztán nagyon gyorsan elfogytak a jegyek. Bepánikolva keresgélve találtunk egy angol oldalt, ahol le tudtunk foglalni két helyet. A jegyeket utalással kifizettük, aztán jött a hideg zuhany. Kaptunk egy e-mailt a kifizetési bizonylatról, és egy leírás, ami így szólt:
ahogy sikerül beszerezni a jegyeket, azonnal értesítjük Önt. Abban az esetben, hogy nem találunk jegyeket, a pénzt visszautaljuk. Ez már 2 hónapja volt, szerintetek átverés áldozata lettünk? Van ilyen? Szép napot a Kamperes. Figyú Kamperes, vannak ilyen oldalak, amelyek egyébként úgy árusítanak jegyet, hogy másoktól megveszik. A Viagogo is ilyen. Csak a, ha Viagogo a neve, én azt gondolom, hogy mindenki attól tartsa távol magát. Van, akinek sikerült ott jegyet venni, és működött is, de ott történt például olyan, hogy ezek a jegyek többnyire QR-kódosak, ki tud otthon nyomtatni, hogy például egy QR-kódos jegyet, amit valakitől megvettek tovább árusításra, azt többször árusították tovább. Tehát aki először megy be a stadionba a QR-kódjával, az bejutott, de a többi már nem. Hát igen, aki a Viagogón vesz jegyet, az mindenképpen érkezzen nagyon korán. Igen. Mert nem lehet, ha van jegye, igen. Szóval elképzelhető, hogy a végén még kaptok is jegyet, menjetek vele korán. Lehet, hogy valaki már fel lesz vele, de... Legyetek ott már délelőtt, az a biztos, mert aki először ér oda, az megy be. Ezeknél nem lehet tudni. Én azt gondolom, a saját tapasztalatom az, hogy én csak is a hivatalos koncertszervezőnél veszek jegyet, vagy a helyi létesítmény, a helyszínek az oldalán. Tehát, hogy vagy a hivatalos, mondjuk tényleg Ausztriában az Ö-ticket az mindig megbízható. A Live Nation nyilván megbízható, mint rendezvényszervező. Tehát, hogy ezeket nézzétek, de ilyen, hogy Viagogo, meg nem tudom, millió-millió más viszont eladó, jegy viszont eladó van fel a neten, el a kezekkel. Ilyenkor már el kell engedni azt a koncertet. Igen. Na, de van még szép. Németországból a mobil.de honlapon találva Franco autószalomból vettünk egy Lexust 10 millióért, majd kiderült, hogy 3 darabból volt összerakva, kanadai, amerikai alkatrészekből bíróságon pereltük vissza az árát. Na, hát ez egy nemzetközi autó volt. Igen. Akkor. Hát és apukám szintén egy orosz katonától vette egy Rolex karórát és egy Lenin érdemrendet. A Rolex hamis volt, de a Lenin érdemben igazi volt. Platinából és aranyból készült, végül is közel 500 000 forintért lett eladva a vásárlás után 30 évvel. Imádlak benneteket, szép napot. Hát azt a Rolexet is érdemes, kérdés, mennyire vette? Tehát, hogyha nem volt sok, akkor mindegy is. Lenin érdemrend platinából meg aranyból lehet. De miért lenne egy orosz katonának Rolexen? Na mindegy. Igen. Zita van a vonalban. Szia Zita, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Zita drága, hát akkor bele is vágunk a játékba, jó? Szuper! Oké, megy itt a hang, figyelj! Leszek a Pörföld, nem hogy lesz, de nem be onnan elindult, az én az én egy nap ég, és nem te feltétlenül is hol vagyok be, hogy ahhoz képest is sép, azért vagyok most, mondom, az vagyok, de... Közelíthetünk is, ha... Én úgy gondolom, hogy felismert a hangját. Na. Ennek a fiatal embernek, ő pedig szerintem Rácz Jenő. Nem terveztem, hogy én egy nap nagy nevű séf leszek. Nem feltétlenül mondom azt, hogy én az vagyok, de valljuk be, hogy azért ahhoz képest, ahonnan elindultam és hol vagyok most, az egy ég és föld. Hát Zita meg vagy. Igen. Wow, szuper! Nagyon jó vagy, Zitám. Lesz egy bocsizacsit benne, egy ilyen téli sapka, meg egy bögre, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Mi is gratulálunk neked, hív majd Anett, elkéri a címedet is később. Jó, köszönöm. Köszi, szia, neked is. Na, Léci, ne játszatok ezt a 2 busz számot, mert annyira fél tőle a kutyusom, hogy bepisilt. Köszi, üdv Lackó. Édesem. Ott van még a kutya a rádiónál? Mennyire tudtam, hogy Anett megszólal? Aj, nagyon cuki. De mit javasolsz most a 2 busz számmal kapcsolatban? Szerintem halkítsa le a rádiót. Mert ezt úgy is fog menni, hiszen ez úgy is fog menni, hiszen ez a kedvenced. Nem, a Gyurié, de meg sokaké. Rengeteg írják, hogy imádják. Igen. Főleg a Stranger Things óta, amióta ezt újraélesztették. Ezt a világba vissza, igen. Én képzeljétek el, hogy... Mitől pisilsz? Mesélj. Melyik daltól, úgy értem. Ettől. Hát gondolom, ezt akartad mondani. Úgyhogy ettől a daltól. Rick Astley-t szereti Anett nagyon, szerintem ott nagyon, valami. Igen, az ilyen óvaó érzés. Igen? Kinek melyik dal indítja el a piskót? Laci? Nem marad ki. Az a baj, az én koromban már bármely. Gyuri? Nekem az It's Raining Man. Oh. Na itt egyedül te sunyítasz. Bármelyik Men at Work számra tudok, tehát hogy ez...
Miről ezt a laza ausztrál regit, mi? Az elindítja. Simán flow-ba tesz, igen. Hát ez a lényeg, hogy mitől elnyednek el az izmok. Igen, igen. Lacika, te is mondjad. Szerintem dobjuk a Hortit, és megcsináljuk a nagy tesztet a hírek után. Sorba játsszuk a bejátszókat. Horti Gábor jön futball témával valóban, és az Inter Miami balhéjait szeretné itt most felvázolni nekünk. Jártak Hongkongban, tudjátok, vannak ezek a futballturnék. Ezek én operett csapatok már igazából, nem? Elmennek, játszogatnak kicsit, hogy örüljenek az ottani rajongók. Nem, ezt minden csapat csinálja. A Bayern München is elmegy amerikai turnéra azért, hogy bemelegítsenek az új szezon előtt. És akkor játszanak a Houston ellen, meg a Dallas ellen, meg a nem tudom ki ellen. Tehát ez van. Igen, és lássuk be, hogy a Lionel Messi fellép a pályára és játszik, az egy látványosság a világ bármelyik részén. Olyan is van, hogy a Bayern játszik a Manchester ellen Houstonban. Igen. Na még példákat mondja. Tök menő. És ezért ők gyakorolnak a szezonra, felkészülnek, az amerikák kapnak egy kis focit, és láthatják a sztárjaikat. Csak most itt balhé van, mert a Messi nem ment ki a kis rózsaszín gatyájába. És most a hongkongiak kérik vissza a pénzt. Na ezzel jövünk majd Horti Gáborral. 9 óra 17 van, jó reggelt újra, jó reggelt drága hallgatók, Laci. Jó reggelt. És Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, hello. Jó reggelt, sziasztok. Itt most valaki írja, hogy van két Coldplay jegye eladó, és köshetek össze az SMS íróval. Kitöröltem egyébként már a számát, illetve azt az SMS, de én azt gondolom, hogy az SMS író aggódik, hogy a pénze benn ragad ennél az angol cégnél. Tehát valószínűleg nem akar még egyszer Coldplay jegyet venni. Megtartom eddig ezt az SMS-t, és hogyha jelentkezik újra Coldplay-es, akkor esetleg összekötjük. Van egy másik, ezt úgy olvasom fel, ahogy írták. Jó régen kártyáztam a Hunyadi téren, őd jött hozzánk egy kohány, és elővett egy márk órát, Rolex volt. Ő mondta 10 rongy, én mondtam adók, érte 5 rongyot. Hazavittem az asszonynak, de ő mondta, áll az óra, én lehet, hogy nincs felhúzva. Sajnos üres volt a belseje, üdv kisboly. Nagyon bírnám az emberek mindig így beszélni. Imádom őket. Jó, jöjjön a Gábor. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott, és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor. Jó reggelt, Gábor, szia! Napsugaras, jó reggelt, úgy hallottam, jól vagytok, meg minden. Meg minden, nagyon jól vagyunk, mindannyian, így van. Hát az. Ja. Ennek még van egy másik változata, hogy mi van veletek, semmi? Ezt ismerjük, Gábor, most ezt fegyelmezd magad. Jó, visszavettem magam. Visszagondolni 82-be. Rendben. Na, Gáborom, ez nagyon-nagyon izgi. Te mondd el a történetet, az Inter Miami került, hát hogy is mondjam, keresztűz alá David Beckham csapata, mert ugye ők is csinálják azt, amit egyébként csinálnak a nagy csapatok is, hogy elindulnak olykor egy ázsiai vagy egy amerikai turnéra, ami egyrészt egyfajta show mérkőzés, másrészt általában különböző bajnokságok előtt valamiféle bemelegítés. Nem ez történt? Szóra ez történt. Ugye a Miami az befejezte az amerikai labdarúgó bajnokságot, mivel nem volt érdekelt a döntőben, elindult haknizni. Ugyanúgy, ahogy annak idején Beckham a Manchester United-del nekiindult nyugatra, ugyanúgy, ahogy a Barcelona nekiindult, hát most ezek az amerikaiak is elindultak, és egy ilyen háromcsapatos tornát szerveztek, az Al-Hilal, az Al-Nasr és a Miami részvételével. És hát az Al-Hilalos mérkőzés az különösebben nem jól sült el, mert hogy 6-0-ra kilapították Messiéket, ott pályára lépett. Az Al-Nasr ellen, amit egyébként, ami a hongkongi mérkőzés előtt volt, hát ott azért győztek 4-3-ra, na és akkor jött a fő szám. A hongkongi mérkőzés, a Hongkong stadionban megőrült mindenki, ingyenes volt a közvetítés, a belépő nem. Rengeteg pénzt kértek, rengeteg pénzt fizettek a nézők azért, hogy láthassák Messit. Csak hogy ő nem mozdult meg. Ott ült a kispadon. Ott ült, aha. Csereg. Az. Várjatok, és az lett a vége az egésznek, hogy Beckham ilyen jó fejkedni akart, és mondta a szurkolóknak, hogy, vagyis hát beszédet akart tartani a szurkolóknak, mivel ő egy ismert arc a Miaminál, hogy hát hálás vagyok így, hogy eljöhettünk ide, meg lehetőséget kaptunk, meg ehhez hasonló örömpillanat, és egyszer csak elkezdtek hurrogni a nézők. Mert hogy Messi nem lépett pályára. Ott ült a kispadon. Hadd kérdezzek közben, ki volt az ellenfél? Hongkong? A hongkongi
Hát kerületi válogatott. Kerületi válogatott, oké. Akkor ez egy egyértelmű, ez egy show mérkőzés. Csak a pénzre szólt. Oké, tehát gyakorlatilag Hongkong, vagy a kerületi válogatott, bárki is fizet az Inter Miami-nek, hogy oda menjen, mint ahogy ide jön a Rammstein is énekelni nekünk. Igen. Ugye? Fizet azért, hogy ide jöjjön. Nem csak érteni akarom, én mind a két oldalon vagyok, csak azért ezt beszéljük meg. Tehát a Hongkong fizet azért, hogy ide jön az Inter Miami. Így van. A Miami pedig szeretné azt a pénzt, amit kifizetett, vagy amit odaad Messinek, azt szeretné valahol visszahozni. Persze. Tehát az ő marketing értéke szerint egyértelmű, nincs ez semmi probléma. Csak hogy nem lépett pályára az argentin srác. Nem lépett pályára. Most tudjuk, hogy ellentétben a Rammstein-nel, ahol ugye megköveteljük, hogy a gitáros ugyanaz legyen, vagy az énekes ugye ugyanaz legyen. Tehát igen, egy futballcsapat ellentétben ugye játékosokból, cserejátékosokból áll, és nyilván a csapat formája, sérülések esetleg mind-mind szerepet játszanak, hogy kit, vagy a taktika, hogy kit küld pályára egy edző. Tehát nem úgy, mint a Rammsteinnál, hogy hívják az énekest? Till Lindemann. Így van, tehát a Rammsteinnél nem, nincs az, hogy ott egy edző azt mondja, hogy ja, ma a Puskás Arénában nem a Till Lindemann küldöm ki énekelni, most nincs olyan jó formában, hanem beküldöm a mit tudom én, Kurt Wagenstein. Igen. De a focinál ez így, tehát hogy benne van a pakliban, bármikor kimész egy futballmérkőzés, ez egy sportesemény, benne van a pakliban, hogy ott nem feltétlenül az a 11 lép a pályára, akit te szeretnél, hanem akit az edző szeretne, ugye? Az rendben van, csak a Rammstein plakáton, amivel ugye promotálják az eseményt, ott a nem a Jürgen, hanem a fő. Így van. Így van. És itt a mérkőzésen is azt hirdették, hogy Lionel Messi, Busquets, meg Luis Suárez, tudjátok, az a harapós gyerek, ott lesznek a pályán, és hogy megőrül mindenki, megőrül, megbolondul mindenki. Mondom nektek, még Melbourne-ből is odautaztak, mert azért csak könnyebb Melbourne-ből Hongkongba utazni, mint Miami-ba. Úgyhogy egy csomó pénzt fizettek, sok száz dollárt fizettek azért, hogy láthassák a srácot is. Tökre megértem. Teljesen. Tökre megértem, de hogyha Messi ott ült a pálya szélén, akkor miért nem tették meg ezt a szívességet, hogy mit tudom, 20 percre a végén beküldik Messit, hogy egy picit a hongkongiak ellen varázsoljon. Tehát ez egy ilyen show mérkőzés. Féltik? Vagy tehát szerinted, nem, őszinte kérdezem, szerinted mi lehetett az oka? Azzal magyarázza az edző, a Miaminak az edzője, azzal magyarázza, hogy sérült volt a srác, és nem csak őt nem játszatta, hanem a harapús fickót, a Busquetset nem játszatta. Tehát akiben egy sztár nem volt a pályán, csak rózsaszín gatyás amerikaiak. A hurkák voltak ott a pályán. Az nagyon gáz. Szerintem eleve ezt a plakátot úgy kellett volna csinálni, mint a magyar reklámokban szokott lenni, hogy akár. Tehát akár Messi is látható lesz játék közben. De egyébként meg én arra gondolok, hogy nem az van ezeknél az ilyen fizetős turnéknál, hogy vannak árkategóriák. Tehát Inter Miami Messi nélkül, Inter Miami Messivel. És akkor lehet, ott még nem. Laci, bocsánat, hogy belevágok. Ott úgy működik az egész, hogy Inter Miami Messivel. És akkor dől a közönség, mindenki megőrül, megbolondul, és látni akarják az argentint. Hát látták, ott ült a kispadon, a szotizott, tök mozott. Ja, és várjatok, hogy a hongkongi kormány is beavatkozott, mert hogy ők is támogatták a Miami Internek az érkezését, és visszakérik a pénzt. Mert hogy ők nem erre szerződtek. Laci, ahogy te mondtad, hogy hát a plakáton nem volt ott, hogy még valaki, hanem arról volt szó, hogy Messi, gondolom, az óriás plakáton az mutatkozott, hogy Messi jön, és akkor a hongkongi kormány is ugye ilyen május elsői hangulatot szeretett volna, gyerünk, adjuk oda 2 milliót, gyerünk, csináljuk, jöjjön, Messi, soha többet nem látjuk. Elképesztő. Mi volt az araboknál, hogy ott lett volna egy Messi-Ronaldo találkozó? Jó, lett volna egy Al Nassr, Miami összejövetel, és hát az nem sikerült, mert egyik sérült volt, a másik a pályán volt, és az Al Nassr csapata az elintézte 6-0-val a Miamit. De várjál, tehát ez lett volna egy olyan mérkőzés, hogy európai karrierjük után, ugye itt a távoli Floridában, meg Szaúd-Arábiában, ez a két nagy sztár egymással találkozhatott volna a pályán. Ugye Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ami nyilván megint egy pénzes történet. Na most akkor mit mondasz, hogy a Messi megint nem volt a pályán, a Ronaldo ott volt?
a Ronaldo nem volt a pályán, a Messi egy kicsit ott volt a pályán, viszont az ünnepsége, tudjátok, Ronaldónak az az ünnepsége, ez a siú, tudod, amikor így felugrik a levegőbe, tesz egy 360 fokos fordulatot, ami nem igaz, csak 180 fokot, és akkor így van. Tehát ezt megtartotta egy csapattárs, egy bizonyos Taliska nevezetű fickó, úgyhogy ez az életérzés, ez meglett az ottani nézőknek, csak hát 6-0-ra elintézték őket. Aztán volt ott egy kis csatakodás. Ki intézett el kit? A Taliska elintézte ezzel, hát az Al Nassr elintézte a Miamit. 6-0-ra, azért az is beszédes. Hát ez a csapat, egyébként most végignéztem nagyon nagy a történet, mert a Miaminak a honlapján nem szerepel a mérkőzésnek semmilyen eredménye. Csak az, hogy majd itt játszanak. Tehát diszkréten hallgatnak róla, hogy kaptunk egy 6-ost, kaptunk 3-at, balhé volt, semmi. Tehát nincs itt semmi látnivaló, emberek, menjenek tovább. Tudod, mint az amerikai rendőrök, amikor elkörgetik. És hát eddig ez nem fest különösebben jól ez a turné, és akkor most ugye, mert most elmentek Hongkongba, és akkor átugranak egy kicsit majd Japánba, ott a Vissza Kobe együttesével játszanak, és aztán utána visszamennek Amerikába. Tehát ez annyira hiányzott egyébként ezeknek a fiúknak, ez a mérkőzés, mint hát soha. Tehát ez senki nem kívánja. Oké, az amerikaiak kitalálták, meg David Beckham kitalálta azt, hogy gyerekek, akkor egy kicsit a költségvetést megtámogatjuk, jött a hongkongi kormánytól 2 forint, jött ettől, attól, bevételtől, és már mennek is vissza. Úgyhogy ez ilyen... De hát ez teljesen igaz, egyébként Magyarországon is volt ilyen, most már nem tudom, nem pár éve még emlékszem, valamelyik angol sztárcsapatot hoztuk ide, nem tudom melyik magyar csapat ellen, talán egy stadionavatóra, talán nézé, tehát hogy vannak ilyen pénzért idehozom, Úgy. A nagy csapat. Ez egy teljesen legitim dolog, de akkor tényleg elvárható, nem? Hogy... Igen, ezt rögzíteni kellene a szerződésben, mint ahogy a Rammsteines csávónak is ott kell állni a színpadon, és Kurt Jürgen nem léphet a helyette. Nem? De én ugyanakkor értem azt, hogy a sérülés veszélytől fel, és tényleg egy ilyen hongkongi falábú, nehogy már lerúgja a még mindig több milliárdokat érő Messi lábat. Én ezt tökre értem. És hát ugye persze az nem pénzes mérkőzés volt, de hát a mai napig hallgatom Kabát Petit, hogy mennyire büszke, hogy felrúgta Beckhamet. David Beckham, igen. Igen, szóval, hogy ezek tényleg olyan dolgok, hogy én valahol megértem, de lehetne megbeszélni a két csapat között is, hogy ne rúgjátok Messit, akkor kiengedem a pályára. Nem? Úgy van. Nyilvánvalóan egyébként Messit nem is tudják eltalálni, csak hogyha valaki egy nagy baltával rohan utána, úgy tudják eltalálni. Mert ezek a hongkongi kerületi válogatottak, hát biztos, hogy nem egy ügyes fiúk. Lelkesek, meg nincsenek otthon, meg lerakják a mezüket. Nem így van ez, Gábor, te is tudod, hogy minél képzetlenebbek a futballisták, annál brutálisabbak. Tehát én azt gondolom, hogy a Messi legnagyobb sérülését a kumbaja ellen szerezné. Ott voltál te is. Ott voltam, és héten eszembe jutott, emlékeztek, amikor a játékvezetőt megkergették, és utána ment a helyi önkéntes rendőr, és az elől is menekült a játékvezető, mert azt hitte, hogy azon akarja verni, az az ember. Hát ez. Azt mondta, hogy ne fuss, én vagyok a rendőr, én védeni akarok, de akkor már 3 kerítésen átmászok. Igen, de ezt mondom, hogy és akkor emlékszel, hogy picit várnunk is kellett a mérkőzés kezdetével, mert ugye a szerb csatárok még csak akkor jöttek át a határon, és na most ezek, ha velük szemben ott áll Messi, neki bármelyik edző mondhatja, hogy legyél kíméletes vele, hát szerintem csonttörés. Tehát, hogy... Te ne ugráljál nekem, te kis argentin, mert derékba törlek el, ahol a legvastagabb vagy, jó? Rálépek a májadra, azt kihúzom belőle. Így van, Gáborom, pontosan. Köszönjük szépen, nagyon jó sztori volt. Köszönöm, ölellek titeket. Köszönjük szépen, Horthy Gábor. Sziasztok. Szia. Na, és azon töröm a fejem, hogy... nem találom. Megakartam a Kumbaya himnuszt. Milyen, hogy lett elmentve? Nem tudom, de majd utána nézzünk. Jó, rendben, a mai nap legjobb pillanatai jönnek pár perc múlva, és hát ez a kincsvadászok. Ez a bocskor!
Na gyerekek, aj, de nagy hibát követtem el megint. Ugyan. Mert üzenik Coldplay egy, nagyon szeretnénk a jegyeket, bocsi, még ha a pénzüket el is veszítjük, tudjátok, a pénz elszáll, az élmény megmarad. Kérlek, adjátok át a telefonszámon, köszönöm szépen a segítséget, királyok vagytok, üdv a kamperes. Én meg most már azt töröltem ki. Gyuri, írjuk fel ezt a számot, jó. És akkor holnap elmondjuk, hogy aki a Coldplay jegyet felajánlotta, az jelentkezzen, és akkor összehozzuk őket, most jó? Most ne törölt ki, jó? Igyekszem, okay. Igyekszem. Csak tudod, hogy ez nálam ilyen automatikusan megy. Na, jó. Üzenik még, Amsterdam, Rotterdam játszott bajnoki meccset német üdülőfaluban, és nem derogált nekik, hogy mobil lelátós pályán játszottak, megtették a hazájuk turizmusának. Érdekében más is mondja, hogy a Stuttgart is játszott valamilyen barátságos, vagy ilyen show meccset valahol, de még aki gipszben volt, az is kiment a pályára. Igen, lehetett volna egy kicsit kocogni, integetni, tudod, igen, akkor dekázgatni. A harmadik azt írja, hogy ilyenbe szokták belevenni a szerződésbe, hogy a sztár legalább 20 percet játszon. Aha. Tehát, hogy ilyen is van, nem tudjuk, milyen szerződés volt Hongkongban, de a csalódottságot totálisan megértem. Az egész távol kellett hangoztatja, igen. Igen. Ettől a Billy Idol daltól indult el a pisi üzeni Bogi nekünk. Na, jó. A piros is készül elképesztő felvételekkel, úgyhogy mindenki úgy készüljön. Ja, azt hittem, hogy a pirosnak is, azt hittem, jó. Ja, azt nem tudom. Jó. A piros ma is nagyon csini. Igen, olyan nem láttam. Kabát van, ilyen tyúklábmintás kabátban jött. Tyúklábmintás, igen. Kabátban, és meg is dicsértem, mert nekem az annyira tetszik, olyan elegáns, olyan francia nőc is volt most ma reggel a piros. Jó, hát szeretem, hogyha a nők dicsérnek nőt. Egész jól sikerült ez a kedd reggel, üzenik, szórakoztató volt, legyen szép nap, hogy Joe Azzaru, köszönjük szépen. Az egész jól sikerült. Köszönöm. Ezt most nem törlöm ki, oké? Akkor itt marad a Coldplay jegyigénylés. Jó. Jó, hát akkor megvagyunk, akkor holnap reggel majd megpróbálunk a Coldplay jegy odaadót, eladót intézkedni. Jó szórakozást tyúklábmintás pirossal. Igen, neki nagyon csinos a kabátja. Így van. Na jó, találkozunk holnap reggel 6:08. Viszlát!